Non c'è capo di partenza, quindi devo andare a Che vuole? Stare a mettere. Grazie. Ma itt bele is csaptunk a lecsóba, hogy így fogalmazva. Ez már ugyanis a... Hogy kivág? Morte Silmoris, ha jól lejtem. Igen. Zenekar megérkezett. Egy a rövid rohammal bevette a lokpagodát. Privatizálta, majd lelombolta. Nem, ennyire nem válunk rosszul. Tehát köszönöm szépen, urak, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghívást. Tehát ez a Wiki Blacki vagy te riport, én Szabó Laci vagyok, ma én készítem a riportot. Amíg Wiki nem talál jobb férjet és vagy riportert, meglátjuk. Szóval, urak, kérnék először szépen egy bemutatkozást, induljunk el onnan. Kálmán Tamás vagyok, és a dobokat kezelem. Zark Dávid, gitár, ének. Varga Bálint vagyok, basszus gitáros. Varga Csoba, ritmus gitáros. Rokonok vagytok? Nem. Névrokonok. Névrokonok. Talán, hogy az estvérek lennénk. Van kedvenc filmetek? Van. Van, de egytől eddig. Nekem nem. Jó csak, mert előtte már egy az urakkal picit poénkodtunk. Wiki már meg is osztotta a weboldal elérhetőségeteket, úgyhogy ez már fizetés van. Szóval, urak, egy nagyon bonyolult kérdése fogok kezdeni. Biztos, hogy soha senki nem tett fel még nektek. Honnan a név? Igen. Régi történet. Ugye a zenekarunk 2003-ban alakult, tehát hivatalosan az a zenekarnak az alapítás éve, de előtte már azért pár éve még az első gitárosunkkal, Medve Robival már zenélgettünk együtt főiskolán, és már akkor alakult igazából az ötlet, hogy ez a Morte Silmoris lenne a megfelelő név. Ez valami régi szerepjátékból jön egyébként, tehát ilyen a mágus vagy valami hasonló, ezt meg nem mondom pontosan. Ott volt vagy egy klánnak a neve, vagy egy harcművészeti iskolának a neve, ez Homály Feri legalábbis számomra, valaki tudja, ezt egyébként el szoktam mondani, hogy valaki tudja, hogy mi a jelentés, az legyen szíves megmondani nekünk, hogy pontosan mi. Amúgy viszont a hangzás alapján meg, hogy csendes halál. Hát egy latinos hangzás, amúgy. Én úgy tudom, hogy ez valami méreg volt. Igen? Na, ez egy méreg. Akkor már tudjuk. Mert én valamikor szerepjátékoztam, én egy tarlovag voltam. Aki tudja, nézen utána, nagyon szép és kedves emberke, és ugye az egyik méreg volt ez a csendes halál. Ezt is tudjuk. Úgyhogy egyébként nagyon csúnya véget ért az én karakterem, szóval le lett vizébágva, mint a pont. Tehát általában a tarlovak a nőszöntek szerint. Load game akkor ott nem volt, ugye? Korábbi állás. Nem, ez egy klasszikus szerepjáték volt, könyvvel mesélővel, és mondta, hogy jó, hát akkor ketten is dupla nullát dobtak ellen, ez úgyhogy akkor a karakterlapodat tépd el. Aki tudja, hogy miről beszélek, az tudja. És akkor vegyél el egy üreset, és dobjuk ki, hogy milyen képességeid vannak, meg egyáltalán mindent. Az meg vicces volt, ha érdekli az urakat, mert bárd lettem volna, kettes szépséggel. Aki tudja, azt tudja... Márnak az kellett volna a szépség. Igen, mondjuk oda kell. Na, szóval igen, a név az nagyon jó választás szerintem. Megkérdeztünk ilyen spanyol alkú ismerősöket, tehát akár Chilétől kezdve, mit tudom én mindenhonnan. Ők azt mondják, hogy ennek szó szerinti jelentését igazából nem tudnak mondani. Tehát ők is inkább így erre tippeltek, hogy csendes a morte az valahogy a halál nyilván. Silencio, silence. És urak, a zenétek csendes ezek szerint. Szigorúan. Visszafogott. Akusztik. Nem. Tulajdonképpen klasszikus old school thrash metal. Arra figyelünk, hogy azért dallamosság is legyen benne. Bár mondjuk erre megkaptuk a kérdést, hogy mitől vagyunk, mi tulajdonképpen melodikok. Hol van ebben a dallam, de most nyilván thrash metal stíluson belül azért ez még a dallamosabb. Ahhoz dallamosak vagyunk szerintem. Még ezt Elnézést, volt itt a Slayer 2013-as Slayer Tribute zenekar, és ők mondták, hogy valójában a Slayer nem thrash játszott, hanem extrém metalt. Igen. Tehát, hogy ők sosem mondták, hogy ők thrash metalt játszanak, ők extrém metalt. Rengeteg thrash metal zenekar hivatkozott rájuk, de mikor ők indultak, akkor még
Tehát, ugye a 80-as években, igen, akkor még nem volt a trash jelző nagyon. Ugye trash, meg speed metal, meg mindenfélét mondanak. Én azt gondolom, hogy a klasszik thrash metalt, aztán a Metallica az első két albumával úgy igazából tette le. Nem tudom, urak, mit gondoltok róla? Kell, vagy ma még egyáltalán lehet stílusokról beszélni? Kellene még beszélni? Szerintem jó, hogy valahogy be tudjuk kategorizálni. Most vannak ilyen crossoverek, meg ide-oda belenyúlnak éppen. Nem mondom, hogy melyik zenekart hallgattuk, ami kicsit arról szól, hogy ilyen egész ideig ők voltak az ilyen light-os rockzenét játszottak, és most így bedurvultak az új lemezükön. Tehát most akkor ezek után tényleg... Hát szerintem is igazából nincsenek éles határok a stílusok között úgy, mint régebben szerintem, hogy voltak. Tehát most ugye több az átmenet. Vagy mi gondoltok arról, hogy inkább zenekarokról kell beszélni? Tehát azt mondjátok, hogy ez a zenekar tetszik, az a zenekar az, de ti így négyen a saját kis, hogy mondjam, egyéniségeteket beleteszitek a zenekarba, és a Mortis Illmoris az ettől lesz Mortis Illmoris. Oké, lehet hasonlítani, hogy trash, meg izé, de attól még ti ebben egy kicsit megvan a saját utatok. Igen, ugye azért mindenki hozzáadja az egyéniségét, szerintem. Hát Dávid meg én közöttem, az a hasonlóság, a Megadett például, Tomi meg én közöttem, a Slayer. Persze, megvannak így a közös nevezők, de tényleg az a jó, hogy gyakorlatilag most magamból indulok ki, ugye Beatles, Pink Floyd, onnantól kezdve egészen így megalett szintig körülbelül. De Tomi meg a másik véglet. Én inkább a death metal fele megyek. Az is nagyon jó egyébként. Vannak olyan modern death metal bandák, hogy ember csak néz. Tehát, hogy újra értelmezték ezt az egész stílust. Elnézést, ez csak egy kiszólás volt. De én szerettem egyébként a death metalt is. Tehát, hogy mondjam, én úgy vagyok vele, ez az én szemes meg, vagy jó, vagy rossz zene van. Igen. Tehát az, hogy most valaki az, hogy ilyen, mert tetszik. Tehát ez, urak jó zenét csinálnak, ezt tanúsíthatom. Tanúskodom mellette. Kérdezted azt is, hogy a zenekaroknál, hogy most, hogy így mondjuk esetleg, hogy melyik zenekart szeretjük, ugye el se teljesen állja meg a helyét, mert a zenekaroknak is megvannak azok az időszakok, hogy melyik bandának melyik időszakát szeretjük például. Igen, inkább ilyen érákat mondanék, hogy most mit tudom én, a Metallicának az első, ugye sokan mondják, hogy az igazi Metallica, de van, akik meg imádják az új részét, ugye? Most olvastam egy ilyen a Jason Newstedt-tel, tudjátok, hogy volt a fekete hangon, és nyilatkozza, hogy az apjával mentek kocsival, és megszólalt egy szám, és mondja, ez mi? És mondja az apja, hogy ez a Saint Anger a Metallicától. És azt mondja, úristen, ezzel mit akarnak ezzel játszani? Tehát, hogy nem is értette, hogy mit akarnak, hogy a Slayer-esek mondták, a Krisztiánék, hogy igazából az ember el tud menni a legdurvább irányba, a legpörg, de onnan már nem tud tovább, onnan már csak visszafelé lehet jönni. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy ilyen normális fejlődés, mit gondoltok, hogy elmegyünk valami nagyon gyors, nagyon kemény, és utána egy kicsit úgy vissza, mert hát onnan már tovább. Van egy pont, amit már nem lehet tovább. Meg ugye életszituáció, pont a Metallicánál. Igen, ugye ők a 88-ban a Justice albumban kimaxolták ezt a thrash metalt, ezt a progresszív metalt, és utána visszavettek. Kicsit rá, de a Szent Virgin után ugye meg visszatértek oda Magnetic stílushoz. Kedve egy basszú gitáros. Igen. De Cliff Burton? Ismerem, igen. De mi a véleménye? Tehát tényleg akkora zseni volt? Mert én nagyon szerettem, de... Szerintem nagyon nagy basszus gitáros volt. Ugye az első három Metallica albumnak a hangzását nagyban meghatározta, én szerintem. Meg ugye benne volt a klasszikus zenében is, tehát sokat tanított Hetfieldéknek is. Azért kérdeztem ezt, mert ugye... Aki követik a műsorainkat, tudják, hogy én nekem hozzám a basszusgitárral sose zenéltem, de valahogy az áll a legközelebb. Tudom, a dobos a zenek a legjobb barátja. Ezt már megtanultam. Igen. Nem tudom elmondani a végét. Egy poénje lett volna egészen. Meg azt is hallottam, hogy a basszusgitáros az nem más, aki már nem dobol, de még nem tett távozni. Igen, az egész és a dobos között. Igen, az ember így hall ilyeneket. De az az igazság, hogy az a típus, az a fajta zene, amit ti játszotok, ott a ritmus hihetetlenül meghatározó. Tehát ezt feszes ritmus nélkül nem lehet. Ritmus szekció. Először dobos. Takra játszol?
próbákon nem, koncertet sem. Nem. Tehát stúdiózás előtt szoktok úgy, hogy akkor... Az egy más. Mindenképpen, de amúgy koncerten nem játszottak. Mész a zenekarú? Tehát, hogyha valaki egy kiállást csinál itt, ami esetleg... Igen. Akkor figyeled, tehát... Természetesen. Ezt azért kérdezem csak, mert én... Ugye kétfajta dobstílus van most, az egyik ez a nagyon precíziós fülbe be, és akkor ő le, és mindenki megy a dob után. Van a másik, ahogy te is mondtad, a stúdióban ezt megcsinálja, igen, de élőben inkább ő megy a zene után. Én nem tudnék koncerten takkor játszani. Uh-huh. Nálunk a színpadon a zene az, hogy teljesen más, hogy él. Tehát jó, ez persze, most anélkül, hogy agyon dicsérni a Tomit, mert direkt megkérlek, ne tegyen, de tényleg, tehát most nem azt mondom, hogy halálpontosan svájci atomóra, meg ilyesmi, de nem, tehát nem jellemző koncertünkre az, hogy a dalt elkezdjük akárhányos BPM-mel, és akkor teljesen felborul közben. Nincs hullámzik igazából. Én azt mondom, hogy pont ha meg lenne egy dalk, az meg lehet, hogy annyira megfogná az egészet, hogy nem tudna annyira velünk élni a zene. Tehát nem tudom ezt másképp elmagyarázni, tehát vannak olyan impulzusok koncerten is, fellépésen, hogy például most egy megállásnál, kiállásnál valahogy érezni kell azt, hogy most mikor, hogyan jövünk be. És akkor tényleg, hát mindenképp fontos mankó, hogy nem takra játszik, de ott van mellette, a jó esetben ott van mellette a kontrolláda, és akkor ugye van a gitárok benne vannak, és arra akkor tudsz jönni. Én szerintem ott valamilyen szinten megöli az élőzenét. Oké, stúdióban oké, de koncerten összerintem. Amikor a dobosnak valaki elkezdi birizgálni, akkor ne ilyen is. Nem, azt mondd meg, hogy ugye te mindig a hátukat látod, de amikor valami gebasz van, akkor mindenki rád néz? Nem állunk meg, az már megszűnt. Hát gebasz, igazából nem is tudom, hogy mikor volt utána erre gebaszunk koncerten. Nagyon nagy tévedésünk nem volt, apró vízék vannak, és akkor, de hál' Istennek kijöttünk még mindegyikből, úgyhogy szerintem a közönség észre se vette, hogy kicsit elmentünk, de... Szerencsére van azért bennünk rutin, tehát annyi rutin, hogy tudjuk ezt kezelni, hogy valami gebasz. Nem, hogy nem néznek rám, és szerintem egy pörgetése, vagy valamilyen megoldom úgy, hogy tudják, hogy akkor most minek kell jönni. De érzed, hogy itt valami van, hogy tudom, most mondok egy példát, mondjuk a verzióból még egy kört játszottatok, ott nem is az is jönne, hanem egy átkötés jönne, és akkor gyorsan teszel oda valamit, hogy a gyerekek figyeljenek. És akkor már mindenki vissza van. Szerintem mi amúgy nagyon jól összeszoktunk már ezen a téren. 19 volt a zenélünk. Igen. 19-es újjáalakulás volt, ha vagyok jelen a zenekarban. Tehát az tényleg alapszabály, hogyha bármit is elcseszünk koncerten, vagy ilyesmi, nem állunk meg, nem izélünk, hogy most hol tartunk, vagy mit tudom én. A közönség, ha ismeri a dalokat, akkor is érezheti azt, hogy lehet, hogy észrevesz, hogy hibászunk, nem foglalkozik vele, a hangulattal foglalkozik, hogy milyen energiát teszünk le a színpadról neki. Tehát az a legfontosabb, hogy nem szabad bepánikolni, hogy Isten most itt elmondottuk. És akkor sok esetben Tomi meg akkor dobbal kihoz minket, és vissza. Mondd csak, Tomi, duplázol, két látdobozol? Én mind a kettőt használom, igazából én nekem otthon egy-két látdobos van, viszont hogyha valami megyek játszani ilyen fesztivál, akkor a duplázót kell. De amúgy én a két látdob híve vagyok. Igen, mert a klasszikusan ehhez a stílushoz. Igen. Én is azt gondolom, hogy a két látdob az jó, ilyen szamára, egy összfér megoldásnak nagyon jó, de hogyha, gondolom, hogyha stúdióztak, akkor ott nem. Tehát ott a, hát most, ahol voltunk stúdióban, ott sajnos ott is duplázóval kellett játszanom. A hangmérnök kolléga azt javasolta, hogy ne vigyünk két lábdobot, és csak egyet, és akkor ugye szerintem meg is mondhatjuk, hogy hol vettük fel a lemezt. Hát igen, szerintem akár reklám, akár nem reklám, ugye Smicinél vettük fel Sopronban, MD stúdióban. Mondom, nem kell különösen bemutatni Smilut Tamást, ugye a Mobiliknek a frontemberét. Igen. Ja, hát, igen, tehát én úgy tudom, hogy nem is nagyon szeretik ezt máshol sem, hogy két lábdobban ott azért, az szerintem arra, hogy macera lehet azt úgy kihangosítani, vagy akár felvenni, úgyhogy az nagyon stabilabb. Teljesen igazam van a stúdióban, tényleg ott egy fél napot elkilott volna biztos még a két lábdobban. Mi kihangosítja, persze. Ebben igazam van. Egyébként a felvétel ugye 2020-ban készült el, akkor adtuk év végén. A legjobbkor, teljesen.
Ugye, hát éppen azt a Covid-ot egy kicsit azt hiszem éppen akkor csökkentették, nem Covid-ozunk persze, és akkor ebben tudtuk csinálni a lemezt, és akkor utána megint utána megint, igen. Ja. Hát jó pár zenekar járt úgy, hogy 2020-ban kijött a lemez, és most voltak a lemezben mutatók, meg most vannak a lemezben mutatók. Most valamilyen szinten azt turnézzük le azt a nagy lemezünket. Úgyhogy... De jól teszitek. Írt a Kerekes Krisztián. Sziasztok, kitartást, a klímapokor, remélem az előadás is klassz lesz, este találkozunk. Na jó. Na, szuper. Jó. Várunk Krisztián, hozzá bólókat. És várjuk Krisztiánt is az új másik zenekarával, Bigportra, úgyhogy le van beszélve, szeptemberben fognak jönni. Noiseblade, igen. Köszönöm szépen. És... Tehát jó a kapcsolat a két zenekar között, igen, ez elmondható. Jó. Az az igazság, hogy a Krisztiánban is, meg a, ugye lehet mondani a Noiseblade és a Slayer 2-t, nagyon sok az átfedés, hiszen három tag. Igen, nagyon jó fejeket ismertem, meg akik tényleg nagyon értenek is ahhoz, amit csinálnak. Jó, úgyhogy Krisztián, köszönjük szépen. Visszatérve egy kicsit. Egyébként tök jó idő van, nem tudom miért mondja, hogy fókusz. Valamit tud. Valamit tud. Jó, Krisztián, várjuk a pokol. Nem. Zökkentették, itt csak ugye szó esett a ma esti fellépés, hogy erre majd később visszatérünk. Most egy felvezető, lesz egy érdekes momentum a mai műsorban, az S8-as esti fellépéshez kapcsolódóan, erre később visszatérünk. Reklám után. Itt a reklám helyett, de nincs reklám. Nem, azt mondjátok meg, hogy mindig tehát koncepció volt, hogy klasszikusan ez a két gitáros felállás lesz? Tehát, hogy vagy billentyűt, szemplereket, ilyesmit nem, hanem csak ez a felállás? 2003 óta megfordult valamikor, bármikor is a fejünkben, hogy legyen billentyű? Szerintem nem. Nem, ugye? Nem. Meg nem tudom, én nem is tudom elképzelni ebbe a zenébe. Tehát nem tudom, milyen szerepe lenne a billentyű. Nem illene hozzá. Szerintem senki. Ugye a Children of Bodom, ők ügyesen behozták a szintit, de ők gyakorlatilag stílus teremtettek ezzel. Tehát az még jó. De ők már jó kell zenét játszottak szintén. Még ugye azért power metalos elemek ott voltak. Hát mi ragaszkodunk tulajdonképpen így ez a klasszikus Metallica Megadett Slayer felállás. Van leosztás a két gitár között? Mármint úgy, hogy ritmus és szóló gitár? Van. Igen, mondjuk a ritmus gitáros. Csak hogy betonoz. Igen, én betonozom. Az egy-két igen szóló. Így van. Tehát arra figyelünk mindig, hogy amellett, hogy megvannak ezek a klasszikus szólók, amellett azért próbáljuk az iker szólónokat behozni. Tehát jellemzően terc, int, vagy akár oktávokkal próbálunk operálni. Ilyen a diszonáns dolgokat viszünk bele, úgyhogy... Kimondottan az úgynevezett klasszikus szólókat, azokat én játszom. Én is éppen szerintem az iker szólók miatt dallamos a zenék, tehát az a dallamos komponense. Hát egyrészt meg ugye vannak a fő témák alatt is olyan dallammotívumok, amik ugye kiemelik ezt a dallamosságát a zenének a muzsikának. Úgyhogy nem csak a darab egy, hanem tényleg van alatt. Ilyen például Mortensen vagy Szín dalunk is. Az elején, meg az úgy tudom. Te hova sorolod magad a zenekaron belül, itt is, vagy a dallam szekcióhoz? Hát, most... Mondták, hogy betonozol, de azért az lehet betonozni kicsit dallamosan is, de hát... Hát igen, kicsit dallamosabban betonozol. Nem, tényleg egyébként úgy vannak fölépítve a dalok, hogy... Hát nem van benne dallamoszó, nem az a kőtres úgy. Arra gondoltam ugye, hogy ilyenkor az szokott lenni, hogy a darálást hozza inkább a ritmusgitár, tehát azt ugye a basszusgitár alá tett. Mondjuk a basszusgitárosnak ilyen kicsit könnyebb dolga van, mert ugye inkább a feszes alapot. Kevesebb probléma. Esetleg egy elszakad, marad még három. Egy. Apropó, újja vagy pengetőben játszom? Újjakkal játszom. Újja. Én igazából már egy jó ideje szoktam meg. Mert szokták mondani, volt itt olyan thrash zenekar, akik ugye ők is thrash-t tituláltak, amit játszanak, hogy a
azt a dinamikát, vagy azt a hangot csak pengetővel tudja hozni. Azt mondta a basszusgitáros, hogy volt itt olyan basszusgitáros, aki azt mondta, hogy van, amikor pengetővel játszik, van, amikor a dallamot kell, vagy valami, akkor ki az ujjaival. Akkor te csak ujjal. Én csak ujjakkal, igen. Szóval ebben megoszlanak a vélemények a Bőgő témában is, szerintem igen. Mindenki a saját stílusára esküszik. Hát én azt gondolom, ami működik, azt kell csinálni. Tehát nem kell túl bonyolítani a dolgokat, ami működik, működik. Most mutka jól beletállítva az erősítés. Igen, tehát ugye jól beletállítva egyik zenész kolléga által az erősítő, hogy tényleg több mély, most és kicsit dögösebb hangzása most, van. Most van basszus hangzása. Most van eddig milyen? Jó, és nem volt az a basszus. Csak ez azért a medálhoz jobban. Ez most lenne jobban basszus. Eddig csak asszus volt, ugye a B-hiány. De tényleg egy olyan srác nyújt hozzá, aki erre született át. Most is gitárt oktat már x éve, évtizedek óta. Úgyhogy tehát őnek ilyen természetesen van a hallása. Urak, egy provokatív kérdés. Mit gondoltok arról, hogyha valaki más, nem ti, az erősítőhöz vagy hangszerhez hozzányúl? Mármint a miénkhez? Igen. Ja. Hát én nekem ezt megszokott dolog, mert ha valahol megyünk és én viszem a dobot, akkor persze minden dobosakkal az egyében játszik. Tehát igazából én ebben nem találok semmi kivetni valót. Itt a dob szempontjából mondom. Ez az nehéz a éjszakájában volt, nem? Amikor Ringo Starr-nak valamelyik ilyen hangmérnök oda megy, ezt elkezdi visszajelni. Igen. És én segítségedem a maga izé. De nem, egyébként tényleg mi úgy vagyunk vele, hogy nagyon szívesen odaadjuk másoktól. Tehát az gyakori, hogy ha más nem, akkor a hangláda ott van, tehát a gitár erősítő láda, csak hozza a srác, ő rakja a fejet, és akkor azon játszik. Gitár nem. Bár ha azon múlna, hogy figyelj, eljöttünk itt a Százhalombattáról, és hát gitár valamiért nincs itt, baja lett, mint tudom én, akkor biztos odaadnám. Milyen cuccotok nincs? Hát semmi. Tudtok mindent adni? Mit kell hozni mindent? Hát egy gitáros biztos jobban érzékeny hangszerelje, mint egy dobos. Én is odaadom szívesen a ládát és a fejet is. Igen. Csak ugye van egy olyan alapszabály, hogy nőt és hangszert nem adunk kölcsön. És autót sem. Igen, igen. Körülbelül hány számos repertoáratok van? Most egész most konkrétan... Koncertet most 8-at játszunk. Így van. De... Ja, általában körülbelül 40 percbe kell beleférnünk, 40-45 percbe, és azt a koncepciót találtuk ki, hogy... Meg azt is látjuk egyébként, hogy nem kell több. Tehát ezen a szinten én azt mondom, hogy egy zenekar, hogyha elmegy fellépni, legyen egy 40 perces masszív műsora. Azzal meg tudja mutatni, hogy ki mit csinál. Afelőtt már annyira nem érdemes, mert közönség vagy megunja, vagy belefárad. Tehát... Ha nem vagy főzenekar, max. Egy 3-4 ja. Tényleg szerintem eddig mindenképpen. Meg eléggé több ilyen műsor. Hát, így van. Ugye erősek a számuk is, sok a tempóváltás. Feldolgozást játszotok? Szoktunk játszani. Azt valahogy a végére tesz. A végén mindig játszunk egyet, igen. Koncerteként egyet, igen. Ajándék a közönségnek. Ti mit gondoltok arról, hogy magyar vagy angol nyelven kell írni számokat? Mi nálunk ez eleve így indult 2002-től már. Tehát még hogy nem is állt össze a zenekar, már akkor a Robival már eleve angol szövegeket is írtunk. Illetve ő még úgy magyarul megírta, de már fordítottuk inkább angolra, és mikor elkezdtük, hogy akkor Morta Silveris, akkor már angolul készültek az első dalok, és arra nagyon emlékszem, hogy nekem az volt egy meghatározó élményem, mikor még a Demon Lord zenekarról mondták, hogy hú, a Németország meg Japán ott veszik a lemezeiket, és akkor így egy kicsit úgy az sokkolt engem, hogy Magyarországra le lehet jutni ilyen helyekre, zenével. Biztosan is eljutott a csomó. Ja, de nem azt mondom, hogy nekem ez a Demon Lord volt az, amelyik így akkoriban sok volt, és akkor én azt mondtam, hogy máshogy ne is csináljuk angolul. Nyilván hátrányból indulunk ide-haza, ilyen szempontból, hogy angol nyelven van, de mikor azt látjuk, hogy tényleg mi volt most Mexikó például, hogy ott hallgatják a zenénket az Egyesült Államokban, vagy Európa szerte, most azt mondtam, a héten néztem Litvánia. Dél-Amerika. Ja. Tehát azt mondjuk, hogy na, az tök jó. Tehát magyar zenével nem... Tehát a magyar szöveget lenne, nem hallgatnám, hogy senki szerintem az országhatárok kívül. Egy pár mondatból, össze tudnátok foglalni, szövegek miről szólnak?
Élet, halál, háború körülbelül ezek a... Nagyon mágus. Hát igen, egyébként az Amortis Silmaris név azért is jó volt, mert tulajdonképpen ebből lehetett volna akár egy power metal zenekar, lehetett volna death metal zenekar, black metal zenekar, így most lett trash, tehát ez... Ilyen, de glam rock az nem. Glam rock mondjuk nem, de az nem is volt. Country sem. Bár. Hát, hogy mulatosnak se tudnám elkezdeni. És akkor szép a szemem volt a Silmaristól. Igen. Amikor egy számot megírsz, hát te hogy írod meg? Amit átélsz, amit látsz magad körül, először a zene születik arra, amilyen szöveget rá tudsz írni. Tehát mi a módszered? Vegyes, nagyon vegyes. Hát alapra dolog úgy készülnek, főleg mostanában, hogy Csabinak rengeteg ötlete van. Tehát ő sorba ott, hogy leül gitározni, jönnek ezek a riffek, fölveszi, rögzíti ezeket, megmutatja nekünk, próbál, elkezdünk bele foglalkozni, általában így készül a zenei alap. A szöveg meg ettől teljesen függetlenül. Tehát így bármikor így jönnek ötletek, akkor elkezdek rajta gondolkodni. Van, hogy például most a Good Day to Die című dalunk, annak a szövege az már valamikor 2004-2005 körül már megvolt a fejemben. De legalábbis a refrén része mindenképpen. És akkor sokszor úgy van, hogy ha még nincs is kész teljesen a szöveg, a dalt azt fölveszünk próbán, valamilyen tök egyszerűen, és akkor az megy a fülemben, a szöveget meg közben úgy írogatom rá. Úgyhogy általában valahogy így. Maga a téma az meg, nem is tudom. Most az új dalunk, ami készül, hogy Broken Bones lesz a címe, az például egy kisebb balesetből jött, hogy... Törött csontok? Igen. Így van. Az én bordám tavaly az S8-ban. Felakadtam ugrani a színpadra, még koncertet, hogy segítsek az átszerelésbe, és beakadt a lábam a színpad felszerelésnek, és este a monitor vált a sarkának. Utána alig nem kaptam utána levegőt. Nem is tudom, hogy és utána törött bordával nyomtam a koncertet, hát nem volt a legkellesebb. Hát az nagyon még most is érzem különben. A borda nagyon lassan gyógyul. Észre vettem. Na, szóval nyilván a dal nem erről fog szólni, hogy a Tomi hogyan törte össze magát. De maga a szám címe. De a szám címe, hogy Broken Bones, és akkor... Jól is van. És akkor, hogy mit tudok köré felépíteni. Most egyelőre még nem, tehát magára a szövegre annyira nem beszélnék, mert még az egy kicsit képlékeny. Októberben fogjuk fölvenni egyébként, három dalt rögzítünk majd. Ez lesz a Broken Bones. Erre szerint. Októberben három. Smicivel lebeszéltük, tehát már be vagyunk tervezve október elé, úgyhogy megyünk sokkal az MD stúdióba. Na, üdvözöljük akkor őt innen is. Biztos, hogy hasonlóan jól fog szólni, mint az eddigi művek. Azon gondolkodom, vagy gondolkodtam, hogy amiközben ezt mondtad, hogy mennyivel nehezebb angol nyelven elérni a magyar közönséget, mint magyarul, mert azért valljuk be, nem lehet mondani, hogy az átlag magyarok rajongó magyaron kívül más idegen nyelven. Most már egyre többen. Lassan ilyen második anyanyelvként szerintem az angol meg fog jelenni. Most hülye példa lehet, de osztrák rádiót, ha bekapcsolod, ott, hogyha hallgatsz egy osztrák bemondót, akkor gyakorlatilag már félig németül, félig angolul beszél. Tehát mondjuk nekem például zavaró, tehát hál' Isten nem is hallgatok rádiót. Csak ugye példakért hoztam fel, hogy szerintem előbb-utóbb ez Magyarországon is így lesz, hogy angolul már mindenki fog tudni. Egyébként régebben voltak ilyen kritikák, hogy miért nem magyarul énekelünk meg minden, de mostában nem jellemző ez. Ja. Ugye angol szöveg egyik hátulütője az, hogy megkaptuk kritikaként, és utólag belegondolva a jogos kritika, egyrészt a kiejtés, tehát azon még nekem sokat kell csiszolni, az biztos. Másik kritikaként megkaptuk, hogy túl egyszerűek a szövegek, egysikúak. Hát, jó, ezzel annyiból tudunk vitatkozni, hogy tulajdonképpen nekünk megvannak azok a stílus adta a határok, amiből nagyon nehéz kitörni. Bulizásban nem írhatunk szövegeket. Ja, így van, milyen volt Ibizán, tehát az kicsit ilyen hangzanak, de az tény, hogy tehát magán a szövegen úgy, hogy mint mondani való, vagy kifejezések, hogy egy kicsit nyelvtanilag is talán egy picit bonyolítani, az még úgy lehetne. Tehát nem is tudom, mit mondtak, hogy hedvé, sárga, könyv, vagy valami hasonló, hogy... Igen, tehát ezen dolgozunk egyébként. Adó B1. Ezzel megmondom őszintén, annyiban nem értek egyet. Ezért előveszitek még a egy-két nagyobb zenekarnak a szövegét, azok is elég egyszerűek.
Hát most nem kell, hogy ez legyen a példa. Tehát azért... de hogy most egy, ja, egy Sepultura-nak előveszed a szövegkönyvét, hát nem hiszem, hogy ott egy Shakespeare-i magasságba fogsz emelkedni a szövegek. Én sőt, néha azt fogod mondani, most mi a fenét akar ezzel? De ugyanúgy bármelyik. Tehát hogyha elkezded lefordítgatni, még a slágereket is... Meglepődnéd. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ehhez a stílushoz ez így jó. És biztos vagyok benne, hogy ha 100%-nak vennénk azt, amit csináltok, akkor mondjuk ebből 1% volt, aki ezt mondta, 99% aki azt mondta, hogy ezzel nincs semmi gond. Egyébként viszont már van egy szám, viszont van egy magyar nyelvű számunk már. Hát pontosan, igen, a Good Day Today, már azt egyik koncerten eljátszottuk magyarul, ez kimondottan egy olyan fellépés volt, ami ilyen, hogy mondjam, egy zenekarnak volt a születésnapi bulija, és ők meglehetősen ez a magyar irányvonal volt, és ezzel úgymond megleptük őket, hogy amellett, hogy angol nyelvű dalokat, a saját angol nyelvű dalainkat játszottuk, emellett az egyik sláger. Azt magyar nyelvre fordítva adtuk elő. Csak hogy fölnézett valaki, és hogy hú, tudok angolul. Basszus, értem, mit énekel. Nem, tényleg, hát a közönség is, úgy mondom, felélékült, amikor meghallott, hogy tényleg angol, hogy magyarul jött a szöveg. Ugye ez mondom, vége fele játszottak, akkor is a vége felé. Ugyanis mondják, volt itt jó pár zenek, aki azt mondta, hogy alapvetően ennek a fajta rockzenének, a metalnak a nyelve az angol. Tehát, hogy arra jönnek ki jól. És magyarul nagyon nehéz szöveget írni. Tehát sokkal nehezebb a prozóriája. Pont ez a Good Day Today volt az, amit a szövegét elég gyorsan meg tudtam írni angolul, és még a mai napig nincsen teljesen kész a magyar verzió, bárintal fordítgattuk egyelőre ketten. Igen, és volt két verzió is. Ugye először nézzünk egy tükörfordítást, ugye nyilván nem tudtuk, hogy nem az lesz, csak egyáltalán hogyan tudjuk tükörfordításba azt variálni, és nehezebb magyarul megírni azt a... Kiszerzen meglepődtek pár, hogy a Dávid magyarul énekelt, hogy mondták is nekem, hogy a Dávid magyarul. De egyébként, amit mondasz, az, volt itt egy zenekar, aki kitalálta, hogy fölvesz egy háromszámos demót, ugyanazt a számot angolul és magyarul. Igen. És elmondták, hogy mire lefolytatott, azt a soha többet ilyet. Mert az angol aránylag hamar megvolt. De amikor le akarták a magyar, hát azt mondja, alig nagyobb vért izzadtak, mire valahogy le tudták fordítani meg vissza, mert eleve úgy írták meg, hogy angol nyelvre. Igen. És az egy más. Azért is nehézem, mert főleg, hogyha évek óta játszunk egy dalt, ahol megvan a pattogása, a ritmusa a szövegnek is, igen, most a tagolása, a szótagolás, mit tudom én. Tehát magyarra neked nem csak úgy kell lefolytani, hogy az értelme is, úgy kell lefolytani, az értelme is hasonlítson, rímeljen is, és még a szótagszámok is körülbelül ott legyenek. Ugyanott legyen az elválasztás, az marra nehéz. Igen. Tehát majd, hogy nulláról kell újraírni a szöveget. Igen, pontosan nulláról. Tehát nem úgy a értelmeden, talán teljesen másról fog szólni ahhoz, hogy egyáltalán... Hát, meg hát azért is nehezebb, mert ugye valamilyen szinten megköt az eredeti angol szöveg. Tehát annyira meg nem térhetsz erdőre, nem énekelsz teljesen másról. Kicsit másabb is a repülőn például. Hát nyilván a címe is teljesen más, tehát az majd egyszer talán, hogyha elkészül. De hát urak, hogyha ez az angol nyelvű projekt így működik, akkor nincs ezzel semmi probléma. Tehát szerintem, ahogy elkezdtük 2003-ban, hogy mi vagyunk a Mortis Illmaris, és thrash metalt játszunk, és angolul játszunk, és legyen benne dallam, ezeket tartjuk. Tehát a zenekar az 2003 óta többször átalakult, fel nem oszlott, mert olyat nem mondtuk, hogy felosztik, hanem hibernáltuk, pihentettük, mit tudom én. 13-ban kezdtünk el Csabival újra zenélgetni, akkor kezdtük el feléleszteni. Először a Mortis Illmarist két másik tagot, tehát más volt dobosunk, a basszusgitárosunk. Ez ment egy pár évig, akkor utána megint hibernálásba került a zenekar, úgyhogy... De négy évig ment. Így van, de akár mi volt a felállás, vagy mit tudom én, a koncepció volt mindig a stabil. Tehát, hogy angol nyelvű, dallamos, thrash metal. És az marad is. Amikor a zenekart kezdtétek újrafejleszteni, a régi számoknál, az új tagoknak meghagytátok azt a lehetőséget, hogy jó, ezt kell játszani, de azért a saját stílusodba, tehát, hogy
Vagy hangról hangra? Nem, ott ragaszkodtunk a régi számoknál. Nem tudom, volt-e olyan. Maximum annyit változtattunk, inkább nem is annyira az új tagok miatt, hanem az, hogy mi esetleg már más szemmel néztük, hogy itt esetleg lehet, hogy a dobon kéne variálni, ugye a Longest Winter az például, ahol volt egy olyan változtatás, hogy egy ilyen ültetős résznél például, ott végig egy milyen dob ment, inkább egy ilyen progresszív dobot nyomtál régen, és most, mikor újra erőszedtük ezt a dalt, most nem tavaly előtt, vagy mikor kezdtük ezt, nem, még korábban. Mindegy, mikor újra előkerült ez a dal, akkor már azt mondtuk, hogy hoppen, ezt a részt osszuk meg, és akkor az első fel az maradt a progresszív, a másikra egy ilyen húzósabb dob került. Meg ott a Mortállal, és akkor mi bele is nyújtunk egy kicsit a szerkezetében. De azt mondom, hogy maga a dallamvonal, vagy a riffek, azokban nem változott. Tehát az ragaszkodtunk, hogy a régi dalok legyenek igazából. Annyi, hogy még basszus gitár témából is én azért próbáltam ugye a saját világomat is bele szőni. Na talán ott egy kicsit, ott lehet, hogy volt egy kis variálás, ugye. Inkább a gitárnak a dob, ami maradt. Meg az ének is. Most is ott variáltunk. Holott ugye akkor régen nem én voltam még az énekes. Tehát én csak 2013 óta kezdtem el kiabálni. Dallamosan kiabálni. Dallamosan kiabálni. Nem mondanám, hogy éneklek. Dallamos ordibátor. Hát nincs ezzel gond. Tehát ez a stílusban felszerintem. De azt gondolom, hogy még az angol nyelv is, hiszem, tehát ez, amit így csináltok, ez teljesen önne van. Csak azért tettem fel ezeket a provokatív kérdéseket, hogy nagyon szeretem azt, hogyha a zenekar tisztában van az, hogy mit miért csinál, és ez egy jó. Tehát ez egy koncepció, nálatok egy nagyon éles koncepció, hogy thrash metal, angol nyelven, feszes alapok, tehát ez nettől kezdve ez így. Éneknél is például talán az Anthrax, amelyik ilyen hagyományos thrash metal alapra egy kicsit olyan dallamosabb éneket visz. Én nekem például az teljesen stílusidegen. Tehát az oké, hogy ők ezt szeretik csinálni, hatalmas rajongótáboruk van, de nem tudom, szerintem nem illik bele. Tehát ez az, amit én gondolom. Tehát a túlságosan dallamos ének az nem biztos. Ez a jósatok is megmondta más szavakkal. Ja, azt most nem úgy. De azt nem. Minél kicsit csinálni. Itt lána a felvétel körül. 18-as karikát kitettem. Igen. Nem hoztunk magunkra. Nem, ugye Viki kitesz, és akkor... és akkor beszéltünk a kedvenc sorozat filmsorozatunkról, a Torrent Egyetről. Mondjuk a negyedik részben a börtönlátogatásos részről, tehát az egy eléggé durva volt. A telefonunkra beviszett. Igen. Haladjunk. Jó, csak elnézést. Egyébként egy érdekesség, most volt a héten a Santiago Segura születésnapja, mert földobta a filmet. Hány éves? 66-osra jól tudom, de nem tudom, hogy Anna idősebb. Idősebb. Azt mondják? Nem, meg nem tudom. Nem Anna idősebb, meg szerintem bármi 66-os. Van, ha erről szeretnétek beszélgetni, de én kimegyek. Egyébként egy nagyon komoly ember. De a próbákra is lehet egyébként ez, hogy ők hárman bolondulnak ezért a filmért. Én láttam egyszer valamelyik részt, nem mondom, mert most vagyoktam egy-két jelenetem, de mikor próbán elkezdik ezt beszélni, ezt a filmet. Egyébként csak egy érdekesség, hogy tudtátok, hogy a Santiago Segura ott alkotta meg ezt a karaktert? Fogott egy papit és leírta, hogy mi az, ami nem ő. Tehát mi az, ami tőle minél messzebb van. Ami tuti, ez a nacionalista, sovinista, egoista, bunkó, tehát minden, mert ő meg vegetáriánus, nem iszik, nem, de, tehát is leírta. Hát mondjuk zsenített, de és felhelyett. Hogy azt mondanám, hogy alakítsatok egy olyan zenekart, amit nektek leírnátok, hogy mi. Hát azt azért nagyon nehéz lenne. Hát hogy nem rockot játszunk. Vagy mulatós nyelvés. Vagy mulatós azért úgy megnéznélek rózsaszín cicavadrágban. Ja, nem, az... Na. Távol átőlünk. Az teljesen. A glam rock mi? Akkor nincs vizé szemkifestés? Nincs. Nem is minkelünk. Nem. Én szeretem azt a zenét, de tényleg ez a kinézet, ez... Slayerről volt ez a történet, hogy ugye ők így indultak. És minkel, és meg a nem tudom nincs, és Kerry King talán 5 koncertet játszott a Megadethben, volt az első gitáros,
És hát ugye elment az első próbákra, koncertekre, mit tudom én, hát a Megadeth nyilván nem. Tehát ott már ez a farmer szakadt póló, mit tudom én, ez volt inkább a... Tehát ez a glam rock, ez teljesen ott eltűnt. És azt tudom, hogy valahogy így volt a szöveg, hogy Kerry King aztán visszajött hozzánk, és letörölte rólunk a sminket, vagy valami ilyesmi. Tehát onnantól hagyta el azt, hogy is például. A Pantera is, ugye ők úgy kezdték, hogy glam metalként. Egyébként tényleg kevesen tudják, hogy a Cowboys from Hell az volt az a váltás. Tehát addig ők egy glam rock zenekar volt. Tehát ugye veszel korábbi Pantert, akkor nem is hasonlít. Igen, hát ugye az Anselm volt. Nehéz is megtalálni ezeket a régi nevezeket. Hát nem, nincsen fenn Spotify-on sem, mintha nem is léteznének. Igen. Most újra akarnak alakulni, vagy most látok a készségüket. Hát eléggé vagy esélyes. Megosztanak a véleményeket. Mert igen szerettem őket. Hát jó zenekar volt ez biztos. De ugye Dimebag nélkül, meg Winnie Paul nélkül azért az nem Pantera. Hát igen. Na jó, térjünk vissza, volt a Silverstone, ez csak egy kicsi kitekintés. Azért szeretek ilyen kérdéseket föltenni, mert kicsit bemutatja, hogy ti kik vagytok. Tehát azt a hátteret, hogy mit szerettek, hogy szerettek meg. Urak, egy provokatív kérdés. Fontos a hitelesség? Nagyon. Szerintem. Tehát aki vagyok, amit játszok, amit a színpadon mutatok, az így egyben legyen? Hát valamilyen szinten színészkedni kell. Jó kérdés, én ezt szoktam mondani, hogy mikor fölmegyünk a színpadra, akkor nem csak zenészek, színészek is vagyunk. Tehát a színpad valamilyen szinten nyelve kötelez is minket. És itt jön a kérdés igazából, ezen már sokat gondolkoztam, hogy jó, akkor most melyik az igazi énünk. Tehát az, ami ott ösztönből kijön, vagy az, amit munkahelyen mutatunk, vagy amit otthon mutatunk, vagy a színpadon is egy szerepet játszunk. Igazából szerintem mindegyik. Ugye ez egy karakter, igen. Külön karakter, amit csinálunk. Igen, de mi nem olyanok vagyunk, mint az a Segura, hogy mi teljesen az ellentétét, tehát felépítjük ezt a karaktert igazából, hanem valamilyen szinten magunkból. Nem, mi ilyenek vagyunk, csak a színpadon a jobbak. Igen, az valahogyan átszellemülünk így a színpadon, tehát azért... Azok is mi vagyunk. Azért sokat rájátszunk. Igen. Tehát az biztos, hogy valamennyit ott rá is kell játszani erre a szerepre. Kommunikálsz a közönséggel, mint frontemberként? Tehát igen, vannak átkötő, megírt, vagy ilyen át, vagy abszolút spontán mondom? Vannak megírt dolgok, csak hajlamos vagyok eltérítő. tehát ez az, hogy amikor én a színpadra fölmegyek, ugye kibontom hajamot, és akkor valami így átkattam bennem. És onnantól kezdve ugyanaz az ember vagyok, de valahogy mégsem. És az előre kitalált meg megírt dolgok, azok úgy egy kicsit úgy terelnek valamifele, de sokszor van az, hogy hát olvasni kell a közönséget is, tehát hogy éppen mire, hogy reagálnak. Tehát hogyha veszik alapot, akkor próbálom őket bevonni egy kicsit, akár a zenekar nevét kimondatni skandált, vagy hogyan mondják ezt kimondatni velük, vagy, ja, skandált, de ez egy jó szó, hogy megjegyzem. Fetszem jegyeztve. Oké. De tényleg, ja, tehát valamilyen szinten meg vannak előre ezek a dolgok, és a közönségem ezt szigorúan persze kommunikálni kell. De nem csak nekem, tehát a srácoknak is ugyanről. Tominak hátra dobok mögül nehéz, de hát nem szom akkor, hanem... Tehát az, hogy a közönségnek feléjét fordulunk, akkor persze. Van színpadi mozgás, koreográfia, valami, amit szoktatok, összeálltok? Hát minimálisan. Kicsit úgy... Hát ilyen meg előre megakadott ilyen is. Spontán. Akkor a második, a 2 perc 30 másodpercnél, amikor helyet cserélünk, ilyen nincs. Ilyen irányelvek vannak. Tehát az, hogy valaki mindig foglalkozzon a közönséggel, tehát az egy nagyon fontos. Tehát, hogyha mondjuk pont egy Iker témát játszunk a Csabival, mondjuk együtt, akkor a Bálint szigorúan a közönséggel foglalkozik. Vagy mondjuk a... Mit tudom én, hogyha éppen én nem én vagyok a központban, egy kicsit hátrébb lépek, akkor a Csabi menjen előrébb, Bálint menjen ki. Vagy hogyha Bálint hátra megy a Tomihoz, mondjuk a dobhoz, akkor mi próbáljuk ketten betölteni azt a teret. Szóval ilyen alapdolgok vannak, és az lassan működnek is, de ennyire szigorúan nincsen. Hogy, ahogy de hangszerek, nem cserélünk helyet. Ja, meg nem cserélünk hangszerek, meg nem ilyesek. Bevonuló zenétek van? Van. Hát az is a műsor része. Az kezdetektől fogva van egy... Hát most már 19 év az. Ja, jövőre most már 20 év. Volt más intro? Nem volt más intro. Nem. Mi ez a szám?
Ez egy második világháborús játéknak az intrója igazából. Itt mély meglepő. Majd várjuk egyébként azt a hírt, hogy az a bizonyos cég, aki ezt a játékot annak idején készítette ki, attól, hogy mikor perel be minket. De talán... Még megvan az a cég. Hogy? Még megvan az a cég. A fene tudja. De tényleg ez így fel van építve, hogy van egy bevonó zene, illetve ugyanannak a játéknak van egy ilyen lightosabb zenéje, az pedig az úgynevezett ilyen outro jellege. Azt meg azért találtuk ki, hogy ne az legyen, hogy vége a koncertnek, és akkor csönd van, vagy valami, meg a pakolás, vagy hogyha feszes a tempó, és tényleg az van, hogy lejátszottuk a 40-45 percünket, és pakolni kell, és akkor még valakik még mondanák, hogy vissza, mert szerencsére most már sok ilyen van, akkor is tudjuk ezt, hogy rá van usztatva szépen az outro, és akkor tudják azt, hogy itt vége van, tehát most akkor pakolás, és hát ez a komplet műsor. Még meghajlás, pakolás. Ja. Mere? Ez a terv. Már valami só elemet használtok? Tehát fény, füst, fény, tűz, mint tudom. De ez azon a szinten a tűz nincs. Hát füst gép szokott tenni a karamatán. Ja igen, füst nélkül nincs profizmus. Hát általában legendás. De nem, egyébként, tehát tényleg füst az tök jó, fények nyilván az alap az szinte mindenhol adott. Hát a tűzzel nem. Tűzzel nem. Nem vagyunk piromániusok. Hát majd biztos, hogy egyszer olyan színpadon játszunk, ahol ez a feltétel adott, akkor. De most az S8-ban azért lenne, ami ma lesz egyébként koncertünk, a Summer Distraction Night keretén belül. Ugye ott az S8-ban egy tök jó hely, nagyon szeretjük azt a klubban, sokszor voltunk már ott, most is nagyon várjuk már, hogy felléphessünk, de a például egy pirotechnika az kizárt. Képíró Sándort innen is üdvözöljük, hogy ő a Álmagyar Undergroundnak a nagy támogatója, és úgy tudom, hogy most nyaral, vagy most jön vissza a nyaralásból. Jó lenne, van. Persze. De szerintem most már ott jön. Már elnézést. Nem tudom, miről beszélsz. Szót se ismerem. Szóval urak, erre még megint vissza fogunk térni az S8-ra, csak mindig ugye előszedjük, hogy mintegy a kíváncsiság fenntartása véget, vagy egy érdeklődés fenntartása véget. Szóval, hogy születik nálatok egy szám? Először a zene, utána a szöveg. Ki írja? Hogy van ez? Vegyesen. Tehát alapvetően ugye Csabi hozza a témáit igazából, és akkor elkezdünk rajta dolgozni. De volt olyan, hogy egyik régi szerzeményemet vettük elő. Illetve Bálinnak is tényleg, ő is hozott egy tök jó témát, egy kis megadatos témát, abból épül például nem a Broken Bones, hanem egy harmadikkal, de igen, tehát alapvetően úgy, hogy így innen-onnan hozzuk így a témáinkat, összerakosgatjuk, általában ez a koncepció. Tomi meg a dobot meg úgyis tudja, hogy mit kell ráütni. Tehát nagyon, nagyon ritkán kell instruálni, hogy most így itt inkább most más. Most igazából a számokat ugye próbálok, hallom a riffeket, akkor egy alapot játszok rá, és akkor igazából fölvesztjük, és akkor otthon elkezdek én is agyalni, hogy hogyan lehetne még kidiszíteni, feldiszíteni. És a szövegnek végül? Hát a szövegnek végül. Hát amikor már látszik, hogy egy szám hogy fog fölépülni, mi lesz benne, milyen kell, és akkor, hogy hány verzer ez, milyen hosszú a refrén, tehát ez. Igen, tehát ez az, hogy pont ennél a Broken Bones-nál volt úgy, hogy maga az ötlet meg volt, hogy a cím az adta magát a Tomnak a bordatöréséből, de tehát az, hogy miről fog szólni, az ugye nyilván utána alakult ki a fejemben, és akkor a maga a komplet szöveg, tehát az, hogy most hány refrén lesz belőle, mennyiben tudom elmondani, hány sorral tudom elmondani azt, amit szeretnék ebben a dalban közölni, az meg nyilván abból adja magát, hogy fog fölépülni a nóta. Tehát, hogyha kevesebb refrént kíván meg a dal szerkezete, akkor nyilván szöveget, verzét kíván meg a dal szerkezete. Tehát nem fogunk még egy verzét beletenni csak azért, hogy még a szöveg ráférjen, akkor kicsit átgondolom az egészet is. Igen. És akkor lesz kész, amikor már kész a dal zenei része, akkor a szöveg az valamilyen szinten arra fog majd rápasszolni. Régebben volt, hogy például kétszer fordult elő a refrén, csak most már azért változtatjuk, hogy ezen is variálunk ilyen szempontból. Szoktatok a régebbi számokhoz hozzányúlni? Újra gondolni? Vagy pedig az... Jó, akkor provokatív kérdés. Nem, tényleg egy nagyon...
szerintetek egy szám kész van, vagy csak be van fejezve? Á, ez jó kérdés. Be van fejezve, én szerintem. Ez jó, igen. Tapasztalat egyébként, tehát pont a Longer Sprintert hoztam fel példának, hogy mi azt 2006-ban megírtuk, és most, mikor újra előkerült, akkor ugye alakítottunk rajta egy kis tép, ezen a progresszív dob helyett legalábbis a felét, hogy áttettük egy milyen dobra, most mondjam, inkább ilyen múzósabb, vagy grúvosabb dobra. Tehát így igazából nem lehet azt mondani arra, hogy az most akkor ez a végső állapota. Meg másik meg az, hogy amit fölvettünk stúdióban, ahogy ahhoz is hozzányúlunk, és egy kicsit máshogy játszik. Az ott van például a Friendly Fire, az 2013-ban megírtuk, ahhoz a szerkezetéhez nem nyújt. Annyi, hogy a Tomi kalapálósabb dobot ütni Igen. Meg a tempóját kicsit megemelt. Igen, tényleg a tempóját. Ez jól tett neki szerintem a tempóját. A Before We Die-nál is, amit először fölvettünk még az előző dobosunkkal, lassabb tempóban, ott úgy éreztük, hogy az a dal az úgy nem sikerült olyan jól, pedig hiába jók a gitártémák, de olyan, nem tudom, és most sőjöttük újra Smicinél, a nagy lemezre fölkerült, egy gyorsabb tempóval, feszesebb lett az egész tőle, és azt mondtuk, hogy na, ilyennek kellett volna lenni a dalnak. Mi a nagy lemez címe? Mortis Illmoris. Mortis. Meglepő módon. És van olyan dolog is, hogy Mortis Illmoris. Így van. Második vázatosság kettő. És van ilyen szám is. Így van. Mortis. És kik játszák? És a következő nagy lemez, hogy a Mortis Illmoris kettő. Jó, oké. Csak aki nem hallotta, az azért gondoltam, hogy mondja, hogy ne meglepetésként érje, hogy ez a Mortis Illmoris ennyiszer szerepel. Ez koncepció volt nálatok akkor, hogy ez lesz a cím, lesz egy ilyen szám. Tehát, de ahogy említettem... A feleségemnek így volt egyszerű a borítót megtervezni. Nem kellett még plusz még egy betűtípus, vagy valamit kitalálni csak a címnek, és akkor nem, csak úgy fölött a Mortis Illmoris. Nem, nincs is. Semmi. Felirat és kész. Tehát az album borító az így néz ki, nincsen rajta a... Ez a borító. Ja, igen. Tehát így külön album címet nem is kellett felírni rá még. Annyira ezt, pozitív világot sugall, így ez a szeretet. És... Főleg a Bálintot. Igen. Tehát, hogy látom a sok pálmafa, meg fű, meg az teljesen. Annyira pozitív, annyira pozitív a borító, mint maga a szövegvilágunk. Igen. Ez ebben a 2015-ös LP-nek ez is elég az pozitív. Ezeket a borítókat feleségem tervezi, és ő neki általában ezek a ilyen posztapokaliptikus témák, ami így rajzolásban közel áll hozzá. Gratulálunk innen is, nagyon szép, nagyon jó borítókat tervez. Az én nevem Vicky Black, az olyan képeket csinál, amin általában koponyák vannak, halál, meg ízé, szóval üdv a klubba, szóval, és érted. De én azt gondolom, hogy ezek jó, és jó az a betű, amit kitaláltatok a Mortis Illmorisnak, ez olyan tüske, olyan, mint a tüskék. Egyébként ennek is érdekes története van ennek a feliratnak. Eredetileg nem így nézett ki, hasonló volt nagyon, tehát ebben is azért így belenyúltunk. Sőt, szerintem ott látszik is a régi, tehát még azon a borítón még azt hiszem, hogy még a régebbi felirat volt. Ez onnan jött... Ez nem egy forma kettő. Nem. Nem, itt Zsuzsa újra tervezte egy kicsit a feliratot, hogy... Igen, kisebb lett, a T kisebb lett. Igen, más. És maga az eredeti grafika, azt meg... Nem tudom, hogy kirajzolta. Tehát mi azt egyszer kaptuk, talán az akkori basszusgitáros énekesünk, vagy a akkori gitárosunk hozta ezt a feliratot, de papíron megrajzolva, ceruzával, mit tudom. Volt 10 különböző ilyen elképzelés, és tényleg innen üzenem egyébként a akkori rajzolónak, hogy köszönjük, de komolyan sajnálom, nem emlékszem, hogy kirajzolta. És onnan lett tulajdonképpen számítógépre digitalizálva, aztán utána átalakítva ez a végleges verzió. Illetve van még egy majdhogy nem újabb verzió, az úgy véletlenül sikerült egy nyomtatási hiba során, egy kicsit így el lett csúsztatva, és azt mondtuk, hogy az meg egész jól néz ki, hogy ilyen modernebb hatása van, hogy meglátjuk, majd lehet, hogy afelé egy kicsit megyünk. De jó, egyébként, tehát tetszik az, hogy megvan a zene, megvan az elképzelés, megvan hozzá a design, külső kép, tehát hogy úgy komplett az egész.
Következő provokatív kérdés. Nagyon provokatív kérdés. Jó, akkor jön, hogy Csabi válaszol. Jó, akkor Csabi fog válaszolni a provokatív kérdésre. Ez pedig az lenne, mit gondoltok róla, hogy az egész, azt a zenét, amit ti játszotok, ezt gyorsítani kéne, lassítani kéne, dallamosítani kéne, tehát hogy van-e, merre tovább? Mert most eljutottatok egy szintre, ami nagyon jó, ami nagyon, azért elég magasra tettétek a mércét. Tehát hogy van-e elképzelés, hogy merre tovább? Szerintem inkább egy kicsit dallamosabb irányba kellene ez a stílus, mert azt vettem észre, hogy Magyarországon vannak nagyon jó zenekarok, teljes zenekarok, de inkább az a zúzás. Szóval betonkeverés. Igen, betonkeverés. Nem ismerjessük el, így mondtam. Zúzzunk, igen. Tehát, hogy kicsit a dallamos, az lesz a következő koncepció? Igen, mert sok zenekarnál azt veszük észre, hogy lehangolják a gitárt, mondjuk, mit tudom én, a H-ba, és vonokat, és megpengedik, túlzít, hogy azt, ahogy szól. És csak a dobos meg elkezd hozzá valami feszesen ütni, és végül is nyilván megvan ennek is a közönség, az is egy stílus, az más kérdés, hogy még nem abban az irányba akarunk menni. Tehát ez a dallamosság, ezt mindenképp szeretnénk megőrizni, és látjuk is a visszajelzések alapján, tehát az a Good Day to Die, amit már többször emlegettünk dalt, az a, hát ilyen slágeresebb, és talán az a legdallamosabb. És attól tempót nem kellene visszahúzni, mert... Nem. Tehát se gyorsabbra, se lassabbra, persze az meg megint a dal adja, hogy milyen tempóban játszunk. Tehát ez, most ha azt kívánja az egyik nóta, akkor azt gyorsabb. Játszani. Ha egy kicsit olyan ültetősebb valamit akarunk, akkor ugye tempóváltások a dalok közben is vannak olyan témák, ahol itt a harmadára esetleg visszavesz. Most van például az egyik nagy kedvenc Creator, ők is nagyon variálják ezeket a dolgokat. Olyan közé tempós dalok vannak, hogy hihetetlen. Pont a Creator az, amelyik most nagyon elment ebbe a dallamos irányba. Egyébként ezért is kérdeztem, mert én nagyon szeretem az ilyen zúzós számokat, de amikor az ember a tizediket hallgatja egymás után, akkor már kicsit úgy, olyan, mint amikor mész Ausztráliában, tudod, 150-re, 160, már ahol lehet, és egy ponton túl elveszíted azt, hogy most gyorsan mész. Viszont, igen. Viszont, hogyha vannak ilyen váltások, még akár számon belül is, az nagyon ki tudja hangsúlyozni a gyorsaságot. Olyan, hogy mi nagyon szeretjük. Én pont azt mondtam, hogy a mai zenekar, hogy ilyen 60-70 perces lemezeket csinálnak. Igen. És ebből az elég összeszedtem nem szabadnak. Mind az nagyon sok, nagyon tömény. Az új distractiont is. Nem mindez vissza, 80-as évekkel minden lemezen volt 8 darab szám, 4 az A oldalon, 4 a B. És annyi fért rá azért. Az igaz. De egyébként tényleg, azokra a számokra én most is emlékszem, a 80-as évek számok, az összes a fejemben van. És az új zenekar, a lemezeit sokkal nehezebb végighallgatni. Ez helyen a 86-os album az meg? 28 perc. 28 perc. Ez ott van. De meg tudod mondani mindegyik dalt, hogy melyik meg hol. Melyik, igen. Nekem a, biztos emlékeztek, az Iron Maidennek volt a Wasted Time. 8 szám. 10 perc volt egy-egy szám. 86-os szám, egy time. Igen. És zseniális. És mondtam, 8 szám, hát hogy lehet 8 szám? Mert hogy... meg tudták oldani, és szerintem teljesen jó. Tehát, hogy ahogy mondjátok, nem az a lényeg, hogy hány szám van rajta, hanem az tényleg ütősön meg. A másik, bocsássatok meg, azt kell mondjam azért, ez a stílus, amit játszotok, nem az a rádióbarát. Miért mondasz ilyet? Van emberünk is, pedig. Melyik rádió? Itt vagyunk besáró. Sláger. Azért, mert Roppagoda jó pár rádióban van kapcsolatban, és próbáltak így, hogy slágerbarát zenekarokat küldjünk. Hát már elnézést kérünk, de az underground nem a slágerbarátságról szól, hanem arról, hogy zúzunk. Tehát, hogy valami... De nem a retro rádiót okoltatok. És nem arról szól, hogy 2,5 perces számok. Igen. Tehát, hogy voltálunk itt olyan zenekar, aki megmondta, hogy neki a legrövidebb számok 11 perc. Az igen. Jó, az a ló másik fele. Tehát, hogy van, igen. De figyelj, tényleg a trombet álltott itt 15 perc. A zenehallgatási szokások olyan szinten változtak meg, hogy most például pont múltkor hallgattunk egy Genesis számot, és föl van építve, gyönyörűen van az egész dal kidolgozva, felépítve, és így belegondoltunk, hogy te ezt most melyik rádióban tudnád leadni?
Az első egy-másfél perc az nem szól semmiről, mint így hullámoztatják a hangot, a basszus bekapcsolódik, stb. És nem tudod a rádióban ezt adni, mert az emberek nem úgy hallgatnak a rádiót, hogy, na, jó van, mondjad, mit akarsz, tehát ez... Sok ember van, meg sem hallgatja. Hogyha már az első 45 másodpercig nem következik a refrén, az már nem rádióbarát. Ezzel az nem egy rádió sláger alapanyag. Én annól, amikor még zenéltem, nekem mindig azt mondták, hogy egy számot az elejétől a végéig hallgass meg, mert nagyon fontos, hogy hogy kezdődik, és hogy van vége. Mert ugye így kellek. Tehát az, hogy ebből kiszedek egy 10 másodpercet, az úgy, ugye ez a TikTok dolgok, ezek ez a probléma, hogy 30 másodperc alatt hogy lehet? Pedig ott is fent vagyunk. Értelem. Szolgálati közlemény, fent vagyunk a TikTokon. Facebookon fönn vagyunk, megosztottam. Facebookon is fönn vagyunk. YouTube-ot is megosztottam. YouTube-on is fönt vagyunk. Igen. iTunes-on, meg Deezer, Spotify, mindenhol megtaláltok. Muszáj, ott Insta. Kellene, tehát ennyi. Instagram, pláne. De egyébként ez a TikTok nevű rettenetben is muszáj. Tehát azt vettük észre, hogy tehát a Facebookról már elmennek a fiatalok. Most, ha meg akarjuk szólítani őket is, akkor meg kell találni azt a felületet, ahol megtaláljuk őket. És onnan jött az egész egyébként, hogy Csabi próbaképpen létrehozott egy TikTok fiókot, ahol ő... A karantén alatt, amikor unatkoztam, nem lehet koncertezni. A zenét elkezdte feltöltögetni, hogy hogyan gitározik, és azt vettük észre, hogy koncertre olyan emberek jöttek el, akik azt sem tudták, hogy mi az a Mortis Ilmoris, de a Csabit ismerték a TikTokról. És akkor eljöttek a koncert, hogy ez a zenekar, és akkor tök jó, hogy megismerték a zenekart. És másnap láttuk is a feltöltés TikTokra. Ja, feltöltött. Meg is megismerültem rajta, hogy szombatai koncert. Feltöltek TikTokra. Igen. Úgyhogy ott kell lenni, jelen kell lenni, csinálni kell. Nincs más. Ez így van. Plakátolhatsz be. Elmenek mellett. Betépik. Egy érdekes dolgot azért mondok. A héten készítettem riportot Lőrinc Tibivel a Stressz zenekarról. Mert vasárnap lesz a Molly Jolt emlékkoncert, és annak kapcsán. És ő mondta, hogy ő neki, mikor volt most az utolsó buli, konkrétan nyomtattatott ki szórólapot és osztogatta. Mert hogy az ő rajongó tábora kora miatt nagyrészt nincs fönn a Facebookon, meg nincs fönn a YouTube-on. És azt mondja, hogy egyszerűen ha nem tudják, hogy föllép, akkor nem mennek el. Mert ez a szájhagyomány már nem annyira, tehát mióta volt a karantén, azóta megszakadtak ezek a csatornák. És erre én nagyon néztem, mert azt mondja, hogy hát ezt ugye hirdethetem én fönn, ezért mondja nekem a pénzem, meg a jó, azt mondja, semmi. Azt mondja, elmegyek, odaadom, és arra eljöttek. Tehát, hogy... Igen, de ja, az a másik véglet úgymond. Jó, ugye mi abban gondolkozunk, hogy a magunkból indulunk ki nyilván. Tehát, csak hogy bányodott leszámítva már, azért mi idősebbek vagyunk, és mi ennek ellenére azért ugye Facebookon ott vagyunk, tehát mi azt látjuk, hogy mi abból indultunk ki, meg abból indulunk is, hogy a Facebookon azért valamilyen szinten jelen vannak az emberek, ha más nem, akkor csak mit tudom én azért, mert a gyereke miatt, vagy az iskolában, hogy vinni kell tornazsákot, vagy nem kell tornazsákot vinni, tehát ilyen csoportok miatt jelen vannak, ki hogy használja. De most egyébként az, hogy mondasz, hogy tiszta hülyeség, hogy el sem tudjuk azt képzelni, hogy valaki nincs a Facebookon. Tehát biztos, csak ugye mi most, hogy az egyik irányt próbáljuk megközelíteni, hogy a fiatalokat megfogni és őket már a TikTokon, de közben meg lehet megfeledkezünk arról a közönségünk azon részéről, akik meg ezeken az online felületeken nincsenek, hogy őket hogyan tudják. Az igazság, hogy ugye erre szokták mondani, hogy ilyen hibrid marketinget kell alkalmazni. Mindenkit a maga, hogy mondjam, szokásai alapján kell megcélozni. Tehát ahogy Tibi is mondta, neki a rajongótábor 50 fölötti. Ők nem mindig, vagy csak nagyon ritkán vannak föl. Ő ha kap egy szórólapot, amin van képe, akkor megyek, vagy kirakva, ki van rakva, olyan helyekre sülözzük be itt ott. Értitek? Szóval ahova az a kör jár. Viszont, matricát kell ragasztani a WC-be, ugye? Meg is csak igazad lesz. Viszont amit te mondasz, a fiatalabb generációt ezzel nem fogod tudni, mert föl sem néz a telefonból. Nem, de elmegy a plakát, mert a busz megállandó. Mindenhol elmegy. Ez hihetetlen, tehát hogy sajnos ki kell találni, ez egy új világ, ahol azt kell mondani, hogy
majdhogy nem személyre szabott marketinget kell alkalmazni, mert máshol. De a vezetőkkel szerintem nincsen gond, mert haladni kell. Igen, ugye én is azt mondtam, hogy... Mert az alkalmazás szerintem nem rossz. Igen, tehát... a Facebook. Ugye a TikTok az pont azt a mai kor embereit használja ki, az ő igényeit, hogy ez a gyors pörgetése a tartalmaknak. Bevallom őszintén, a roppahoda is fog majd föltenni riportokból ilyen kivágott egy perceket, másfél perceket, ami viccesebb, érdekesebb. De én úgy vagyok vele személy szerint, hogy én azt szeretem, hogyha valaki elkezd nézni egy riportot és végignézi. Mert akkor jó. Tehát, hogy elnézést, hogy ezt mondom. Másfél percben mondjuk titeket, hogy lehet bemutatni, mit vágok ki, ami jelen, mert zenét el lehet adni. Másfél percben tudod, mit kell csinálni, meg kell fogni az embereket, hogy az alapján, másfél perc alapján érdekelje a többi dolog. Tehát, hogyha a másfél percnek olyannak kell lennie, hogyha azt az ember meglátja, azt mondja, hogy azt most megnézem, hogy kik ők. Na és akkor utána lehet, hogy megnézi a másfél órás riportot. Ez teljesen így van, de nagyon nehéz olyat kiválasztani, hogy végignéz. Tehát mi próbáltunk, traktunk föl, nagyon kegyetlenül nehéz. Tehát, hogyha nem röhögős rész van, meg elnézést a nézőktől, ez a böfögős, fingós, kálmkodós, dugós, akkor... Tehát, hogy... Beszéltek még a torrentéről. Ennyi. De szándékunk van, tehát megyünk föl most már, illetve kezdjük kiszedni azokat a részeket, amik érdekesek, de nehéz. Mert igazából ugye ez a riportsorolata ahhoz, hogy ki vagy te. Na most, ha ki vagy te, most vagy leülünk beszélgetni, vagy elmenjünk egymás mellett. Jó, mindegy, ez a, de megoldjuk. Tehát előbb-utóbb Biki kreatívan meg fogja oldani, másnál mindenkit bekényszerít a roppagodába fegyverrel. Már mind úgy hallottam. Jól van, haladjuk tovább. Következő kérdésem az lenne, hogy mennyire tudtatok ti az elmúlt időszakban próbálni, hogy tudtatok össze? Ugye mondtátok, hogy a karantén miatt nem voltak. Milyen volt, ugye pont 20-ban jött ki a lemez, milyen volt a leállás után újra próbálni? Mennyire volt gördülékeny, vagy kvázi újra kellett tanulni a számokat, vagy azért ott van gyakorlatilag? Mikor volt az, hogy nem tudtunk hónapokig próbálni? Az a lemez után volt, az kérlek szépen 2020 októberétől, úgyhogy 21 május. A stúdió után már nem nagyon próbálnám. Hát az tegye egy 7-8 hónapot a 20 végétől 21 májusig júniusig. Ez akkor két leállásunk is volt, hát az első az ugye 2020 márciusától májusig. Ugye a kiállási korlátozások miatt, meg ugye utána, amikor bezárta, tehát ugye 2020 őszén, amikor bezárta november. Másképp dolgoztuk fel, vagy másképp fogtuk meg, ezt Csabi lehetőségként élte meg, mert akkor jöttek a jó kis gitár témái. Tehát ő otthon nekiállt, kiment a kis próbatermébe, és nyomtad az gitár témákat. Igen, ezt nagyon élvezett egyébként, de már megütött. Én meg... Nem voltak a többiek. Ja, nem zavarjanak, szétdobolják, meg én beleszólok, hogy hogyan jössz. Borzasztó. Én például kicsit inkább ilyen zenei depresszióként éltem meg, tehát hetekig nem voltak ezen minden. Ja, én is. Ez nagyon rossz időszak. Ja. De egyébként a koncertezés az nagyon hiányzó. Hát ez főleg az egyszerűen. Én is próbáltam kihasználni, mert például megtanultam, hogy ebben akusztikus gitárral játszani, meg vettem akkor egy elektromos szóló gitárt is. Tehát azért próbál. Azért kérdezem, mert nagyon sok zenekar volt, aki ebben az időszakban felosztott, sajnos, de úgy látom, hogy ti szépen átveszeltétek ezt. Tehát és ide vezet a következő kérdésem. Milyen a kommunikáció a zenekarban ti? Jó. Haverok is vagytok, vagy csak kollégák vagytok? Barátok. Abszolút. Fontos egyébként, hogy barátok is legyettek? Hosszú távon az a fontosabb szerintem, mert ugye van az első szakasz a zenekari életnek, amikor összejön X ember, és megbeszéljük, hogy mit szeretnék együtt játszani. Elpróbálják, amit elpróbálnak, és működik a kémia zeneileg. Ugye ez az első fél év mondjuk ott az dominál. Viszont fél év után, vagy egy év után, tehát amikor már hosszú távra tervezenek, ott viszont az emberi tényezők kerülnek előtérbe. Tud működni egy zenekar úgy, mint a Slayer is láttuk.
Tehát amikor a tagok nem is beszélnek egymással, hanem a menedzsereken keresztül üzengetnek. Tehát úgy is tud működni ez akkor, de azt mondom, hogy akkor mi értelme van. Igen, tehát rengeteg más témáról beszélünk, valamiben előse jön a zenekar. Tehát azt mondom, hogy legalább az emberi tényezők legalább annyira fontosak, mint maga a zene, zenélés. Mondok egy példát, lementek próbálni, és valakinek nagyon rossz napja van, semmi se sikerül. Van úgy, amikor az embernek semmi nem jön össze. Leviszi, nincs ott fejbe. Akkor hogy van ez? Mondjátok, hogy akkor menjünk ki, fújjunk egyet, ígyunk, cigizzünk, gondoljuk át, és fussunk neki újra, vagy elkezd játszani, és kimosódik belőle minden. Hát hogy élitek ezt? Átbeszéljük ezeket a dolgokat, nagyon jó az. Ja. Hát van egy próba közben is. Tehát akkor egy fél óra pihi, és akkor csak beszélj. Ja. Aktuális példa egyébként, de valamilyen szinten meg az is, hogy dolgozni kell, csinálni kell, tehát ez is benne van. Tehát azt mondom, aktuális példa, hogy most mit tudom, nekem volt egy ilyen, hogy a légkondi megnyomta az oldalamat, alig bírtam rá, mondjuk a lábamra, de ott volt a próba és menni kellett, mert jönnek a koncertek, dolgozni kell az új dalon, videóklip, apropó videóklipünk is lesz, majd erről beszéljünk. Tehát akkor elfelejtettük azt, hogy most kinek mi a nyavajája, és akkor csináltuk. És ez tök jó, mert egy kicsit úgy fejben is az embert átbillenti, tovább mozdítja. Ilyenkor mi segít az, hogy jó a közösség, vagy meg a zene, hogy együtt zenéltek? Tehát ez segít sokat? A kettő, persze. Tehát egy olyan környezetben lehet, hogy azt mondtam, hogy el sem megyek próbálni, hogyha így szar az oldalam, vagy nem bírok rágni a lábamra. Lehet, hogy el sem mondtam volna próbálni, hogyha nem ilyen a közösség. És azt hogy látjátok egyébként, hogy említetted, hogy megváltoztok a színpadon, de kicsit más, hogy a élőzene élő, még van még élőzene? Egyre inkább. Ez szerintem részben emberi igények, részben meg azért olyan intézkedések is vannak. Most itt tök jó példa volt a Pókágon, talán ő hozta be, hogy kőbányám, és nem akarok nagy hülyeséget mondani. A Pókágon meghalt. Nem, de ez régebbi sztori. Nem, azért mondom, lehet ügyességet mondtam, hogy nem ő volt, de lényeg az, hogy kitalálták azt, hogy ott támogatott önkormányzati, nem tudom milyen rendezvényen, csak élőzene lehet. Tehát azért mondom, hogy egyrésztről megvan az emberek igénye is, hogy ők már az élőzenét szeretnék inkább, másrészt meg azért vannak ilyen tök jó fentről jövő kezdeményezések is. És ti minek tartottak magatok a stúdió vagy koncertzenekarnak? Koncertzenekarnak inkább szerintem. Igen, tehát ugye a stúdió az meg úgymond szükséges nekünk, tehát ahhoz, hogy igazából legyen egy szóróanyag, marketing anyag, tehát hogy már szerintem a profi, tehát befutott zenekaroknál is sokszor azért jelentetnek meg új stúdiólemezt, hogy azt meg tudják turnéztatni, adjanak egy kis reklámot az egésznek. Hát azt mondhatjuk, hogy igazából onnantól kezdtek el minket úgy komolyan venni, hogy megcsináltuk a nagy lemezt. Tehát előtte voltak ilyen kis lemezek, mint tudom én, de onnantól kezdve, hogy ott volt az a 8 számos nagy lemez, onnantól kezdve már, hogy azt mondták, hogy jó, oké, ők már valamit letettek az asztalra, nézzük meg, kik ők mit csinálnak. Foglalkoztak, akkor onnantól kezdve velünk a különböző ilyen szaklapok, újság, mint tudom én, internetes felületek. Tehát ez kellett hozzá. De alapvetően igen, azt mondom én is, hogy a koncertet, inkább koncertet. És ehhez készül most videóklip? Nem. Azt mondtuk, hogy az a nagy lemez az úgy készen van, most úgy turnézunk, és akkor jön a 3 új dal, és abból egyiket kiválasztjuk, ahhoz készül a videóklip. Amit mondasz, az nagyon érdekes, és lenne egy kérdésem. Van itt, beszélgettem zenészekkel, és egy-két zenész úgy áll hozzá, hogy valójában mielőtt még kijönne a lemez, kellene klippek, hogy az emberek megismerjék a számokat. Amikor lemennek majd a koncertre, akkor ne idegen legyen, hanem ismerjék. Sőt, volt olyan zenekar, van olyan zenekar, aki azt mondta, hogy a nagy lemez előtt az összes számára csinál klippet. Ami szerintem kicsit extrém, tehát egy kicsit azért. De mi van a dolgok? Úgy adta ki a helyzet, hogy a minden dalt klippel adott ki. Nálunk most ezt éreztük így utólag, nem is tudom, vagy elkapkodott, vagy nem tudom milyen dolognak a nagy lemez kapcsán, hogy ki lett adva a nagy lemez. És szépen osztogattuk, de nem volt egyikhez se klip. És akkor utána készítettünk a Good Day to Die-hoz mi magunk egy próbatermi videóklipet, amit YouTube-on meg lehet nézni, ezt köszönjük, hogy megnéztek, lájkoljátok, stb. Nézzétek! Igen.
és azt tettük észre, hogy gyakorlatilag azzal meg azt értük el, hogy megosztottuk a videó nézettségét. Tehát nem az van, hogy van egy dalunk, aminek viszonylag nagy lesz ugye, talán a nézettsége, hogy egy népszerű dal, hanem most mivel föltettük még ugyanazt a dal, csak egy videóklip formájában most, akkor így megosztja esetleg a nézettséget, ami meg most ugye marha fontos állítólag. És ezért találtuk ki, hogy na akkor most, amit fölveszünk három dalt, azt okosabban csináljuk. Elkészítjük a videóklipet előre, már nyilván lesz egy demo felvételünk az alapján, a videoklip elkészülést, amikor a Smicinél fölvettük a három dalt, és azt mondja a Smicin, hogy most akkor készen van, használhatjátok, akkor a már elkészült videoklipre gyakorlatilag rátesszük. És van koncepció, mit akar? Tehát történet lesz? Nem. Tehát ahhoz ragaszkodtunk, hogy történet nem. Tehát azt látjuk, hogy korlátozott anyagi lehetőségeket történetet nem szabad, mert az olyan lesz. Tehát nem tudsz megvenni jó színészeket, nem tudsz megvenni jó forgatókönyvírót. Inkább azt a pénzt költsd egy jó, nem is tudom, image vagy imázs, portfólió. Portfólió klipre, és akkor azt látják azt, hogy ja igen, ők azok, akik ezt csinálják. Láttuk, hogy a Portes film a rész, és igen. Tehát azt mondjuk, hogy inkább legyen egy, legalábbis az első, ez mindenképpen ez egy ilyen, a zenekar lesz benne, ahogy éppen játszunk, tehát nem lesz nagy meglepetés, de majd meglepjük. Lényeg, hogy lesz valami képi anyag, mert ugye azt könnyebben megnézik az emberek, ugye a TikTok kapcsán is beszéltük, mint mondjuk csak egy zenei anyagot meghallgatni, az ma már kép nélkül. Tudod, melyik a legnézettebb videónk a TikTokon? Mikor itt játszottunk Budapesten pár hónapja, és lefilmeztem azt, hogy hogyan pakoljuk be a cuccokat a Blue Hellbe. Igen. Hogy hátulunk be. Ja, tehát lefilmeztem azt, hogy pakoljuk be a cuccokat, és így mentem a folyosón, meg mit tudom, az ott a legnézettebb videónk. Mert azon mozgunk, csinálunk, valami történik, valami... Érdekes tanulság volt számomra minden esetben. Igen, egyébként, hogy mondjam, mi is ezt tapasztaljuk, hogy mondok egy példát, eljött egy aránylag nagy nevű előadó, megnézték 200-an. Itt volt egy kis zenekar, megnézték 2000-en. És nem tudjuk miért. Aha. Tehát nem tudok mondani, az egyik nem osztotta, a másik osztotta, oké, de akkor is ez egy relatíve. És akkor az ember így néz egyet, hogy ha kérdeznél, hogy trendeket tudunk-e számolni, nem tudunk számolni trendeket. Uh-huh. Én azt tudom mondani, hogy mi mindent megteszünk, de nem tudjuk oda zavarni, hogy nézze meg. Tehát az... De azért folyamatosan, és köszönjük szépen a követőknek, köszönjük szépen, akik nézik a Ropoldát, folyamatosan nő, aki néz minket, és hát szeptemberben leszünk egy évesek. Tehát még egy évesek se vagyunk, tehát most... Boldog születésnapot előre. Köszönjük szépen. Előre nem iszunk a mindezőrén. Jó. Akkor viszont most lenne egy nagyon jó kérdésem. Általában ezt szoktam kérdezni zenekaroktól, de kicsit kicsavarva fogom megkérdezni. Amikor valaki beletesz időt, energiát, pénzt, ennyi idő, majdnem ugye jövőre 20 éves a zenekar. Így van. Beletesz. Ahelyett, hogy emelni horgászni, mert kb. Az is annyi példa már, tehát hogy bérlet, azért volt minden, tehát hogy... Igen? De kiszámolt az egyik zenész, a feleségének kiszámolta, gitáros, hogy... Ha elittam volna, akkor... És akkor még egy... Na mindegy, szóval... Yeah. Tehát, uram, lehet mondani, hogyha ennyit lecsináltok, akkor ez már szerelem? Mondhatni az ember. Szenvedély. Tehát ez már... Ez nem fog elmenni. Személy szerint ez nekem már nem hobbi. Tehát én mindig is úgy tekintettem erre a zenélésre, tényleg úgy komolyan szeretném. Sokszor beszélgettünk erről egyébként, vagy inkább úgy többször beszélgettünk erről, hogy vannak a zenészek, meg vannak, akik zenélnek. És itt valami különbséget tennék, mert jó pár ember ezen értem már együtt, és ott látszott az, hogy hiába volt valamelyik rohadtul tehetséges. Látszott rajta, hogy úgy áll a hangszerhez, meg mint tudom, arra tehetséges, hogy csak egyszerűen nem zenész.
Tehát nincs meg benne az, hogy ezt a zenét szenvedéllyel csinálja. Ugyanakkor volt egy olyan ember ezen értem együtt, aki úgy nem nagyon tudta a hangszerét úgy használni, hogy olyan szinten, és mégis annyira imádta ezt az egész zenélést, hogy azt mondtam rá, hogy ő sokkal inkább zenész. Tehát ez egy vagy vele született dolog, vagy nem tudom. Igen, ez szerintem a születés kérdése, hogy vagy zenésznek születsz, vagy nem. Jó, akkor még egy kérdés. Mi a fontosabb? A tehetség, vagy a szorgalom? Szerintem mindkettő. Mindkettő, igen. Meg összefügg a kettő. Tehát én azt mondom, hogy oké, te itt vagy, nagyon-nagyon tehetséges vagy. Te utálsz gyakorolni. Nem érdekel. Fölveszed a gitárt, bármit eljátszol, de nem veszed fel. Tehát, hogy érted? Igen. De nem tudom, hogy a tehetséget lehet-e szorgalomban úgymond portolni. Valamilyen szinten lehet, én darabig tanítottam gitárt, volt bár fiatal tanulom, és igazából egy valakinél mondtam azt, hogy annyira antitalentum, hogy ő akár mennyi gyakorol, nem fog neki összejönni, de sokan voltak úgy, vagy hát azt inkább úgy mondom, hogy több embernél éreztem azt, hogy lehet, hogy nincs meg annyira tehetséged, hogy gyakorol, megcsinálja, akkor látszott, hogy szépen fejlődik. Fontos a fejlődés egyébként? Tehát, hogy biztos, minden nap egy kicsit biztos. Jobb legyek más. Tehát, hogy biztos, jó, tartok persze. Valahol. Ami lehet, hogy alacsony szint, közép szint, kicsit magasabb szint, de fontos, hogy minden nap egy kicsit több legyek. Persze. Igen. Igen. Szerintem ez a motivációs erő, ez viszi előre. Tehát, ha megérkezel, akkor igen. Igen, ebben uda fontos, nem? Igen. Én a két napig nem játszom, akkor depressziós. Én nagyon szeretem ezt csinálni. Én tancsantás. Én meg arrébülök. Csak poén voltál. Tényleg? Igen. Nem, azért kérdeztem ezt, mert én azt gondolom, és ez az én véleményem, hogy valami tehetség kell. És szorgalom is kell, tehát kell egy elhivatottság. A kettőnek így valahol találkoznia kell. És nincs meg az a fajta, hogy szokták eszébe mondani, viszketés, amikor az ember nem tud gyakorolni, és már két nap után már viszket, minden baj van, már mindenki idegen. Igen, akkor az úgy gondolom, hogy ne zenéljen. Tehát aki letesz egy hangszert is, hogy volt itt egy zenész, aki azt mondta, hogy ő játszott hajón. És ott úgy volt, hogy azt mondták, hogy 3 hónapig megy a hajó a tengeren körbe, és castingolták, képzeljétek, a zenészeket. Igen. És összeraktak egy zenekart, megadták, hogy milyen repertoárt kell játszani, és kvázi úgy volt, hogy este találkoztak, jó estét kollega, lejátszották, jó szakadt kollega, jó szakadt, és mentek tovább. Igen. És azt mondta, hogy ő úgy ment oda, hogy majd a szabad idejébe írja a saját számait. Mm-hmm. És kb. Egy hét után azt érezte, hogy a kreativitása így zuhan. És 3 hónap után alig várta, hogy vége legyen, anyagilag jó volt, de azt mondja, hogy tehát ráment a kreativitás, az alkotásra, hogy nem tudott számot írni, mert annyira hiányzott neki az a... Ami a zenésztársak hiányoztak. Igen. Tehát, hogy... A Csabinál ugye ez hozta ki a kreativitást lezárás alatt, hogy nem tudtunk próbálni, igen. És belőled akkor jöttek a témák. Na, érdekes, tehát ez, hogy ennyire... Hát ugye a profizmusnak van egy ilyen oldala, ami oké, nagyon szép, meg ott tényleg hangról hangra minden, de a kreativitásnak a rovására ment. Jó, urak, megyünk egy körkérdést. A körkérdés úgy hangzik, minek tartod magad? Zenésznek, aki mellette csinál valamit, vagy valaki, aki csinál valamit, amiből megér, és mellette zenél. Induljunk el most innen. Hát nem tudom, elmondom őszintén, nem tartom magam zenésznek, de igen, szeretek zenélni. Hát, nem tudom. Jó. Ugye, nem ez a fő állásom, nem ebből élek. Én úgy vagyok ezzel a dologgal, hogy ugye, amit előbb is mondtam, hogy igazából ugye ez a zenész dolog az olyan, hogy ez egy születés. Tehát nem attól függ, hogy most nekem hány diplomám van a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, hanem ez egy kevegy attitűd, ez egy életforma, és ha ezt nézzük el az oldalára, akkor én igenis zenésznek tartom magamat.
mellett megnyilván tehát dolgozok, mert ugye jelenleg ezen a szinten nem tudunk megélni belőle. Ez gondolattól is sokszor eljátszunk egyébként, hogy mi lenne akkor, hogyha valaki azt mondaná, hogy itt van a világ minden pénze, és nincs más dolgotok, mint hogy zenélni, stúdiózni, és nem tudom. De ugye meg is követelni azt, hogy akkor már pedig most, mit tudom én, ekkortól eddig minden nap, próba, készülés, stb. Most pedig mentek el ide zenélni, hogy meddig, hol húzódik az a határ, ahol azt mondjuk, hogy ez még nekünk a zene a szenvedélyünk, és honnan vált át melóvá. És lehet, hogy pont az a hajós téma, amit mondasz, ugye elsőre tök jól hangzik, hogy hú, elmegyek hajóra, és a gitározok, zenélgetek, jól keresek, mit tudom én, de pont az az, hogy ebbe egyszerűen belepusztulhat az ember így. Mert most tényleg most azt csináljuk, hogy oké, heti egy próba fixen megvan, és akkor azt mindenki tudja, hogy akkor arra napra szabadra teszi magát, és megyünk, és csináljuk. De ha ezt minden nap, napi 8 órában kéne csinálni, és készülni, meg nem tudom. Ezt igazából még nem tudjuk megmondani, mert ugye nem voltunk még abban a szituációban, igen. Hogy... hát most igazából, hát a szó alap értelmében, igazából én sem tartom magam zenésznek, viszont ha beülök a dob mögé és elkezdek játszani, akkor viszont nálamnak érzem magam. És ez nagyban köszönhető a nagyszerű zenésztársaimnak, akik mellettem ülnek. Nem arról van szó, nem valami. Én azt gondolom, hogy mindenki zenész, aki letesz egy produktumot, amiért küzd, hiszen azért egy szám, eleve összehozni egy zenek, eleve megtanulni zenélni, összehozni egy zenekart, összecsiszolni, számokat írni, úgy olyan szintre fölvinni, hogy abból már lehet stúdiófelvételt, fölvenni stúdióba, ezek nem egyszerű dolgok. Hát igen. Tehát én azt mondom, hogy ti zenészek vagytok, az, hogy mellette miből éltek, az sajnos a magyar undergroundnak egy ilyen, hogy mondjam, negatív jelzője, mert nyugaton is van underground, de ott meg tudnak ebből élni, nálunk az underground nem tudnak megélni, és ugye valahogy ez az egész rock heavy metal zene egy kicsit vissza lett így tolva. Reméljük, mi azon vagyunk, hogy változunk, mi azon vagyunk, hogy segítsünk ebbe titeket. Közben Vicky Black föltett egy kérdést. Meg tudnak ismerni valóban az emberek titeket? Mind zenekart, vagy mint embert, vagy... Szerintem mind zenekart. Hát szerintem azt látják, amit mutatunk, tehát a mögé szerintem nem nagyon fognak belátni, meg hát nem is az a cél. Szerintem nekünk ez a koncepció, amit kialakítottunk, amellett, hogy ösztönösen is jött részben, azért nagyon sok tekintetben tudatos. Tehát mi azt szeretnénk, hogy az emberek egy bizonyos képet alakítsanak ki rólunk és azt lássák. Tehát ezt vagy nem tudom, vagy technikailag van a kérdés, hogy hogyan ismernek meg minket, vagy... Nem, hanem biztos, hogy nem technikailag. Azért van. Hanem inkább arra akar szerintem a Wiki utalni, hogy... hogy az igazi énetek, amik ti vagytok, az melyik én? Akit itt látunk, aki a színpad, ahogy mondtad az elején. Mm. Tehát egy kicsit visszautalt erre a kérdésre, hogy én most melyik, kivel beszélek, érted? Mm. Tehát, hogy most te itt zenész vagy, oké, de zenész akkor vagy, ahogy mondtad, hogyha zenész. Érted? Szóval... Persze. Tehát mindenképpen az van, hogy a színpadon valamilyen szinten színészkedünk is, de szerintem Csabi pont nem mondtad, hogy igazából ezt a... tudjuk ráerőltetni annyira magunkra. Tehát ez valahogy belülről jön. Igen, így van, ez belülről. Tehát ezt valamire fölépítjük ezt a szerepet. Én meg azt gondolom, hogy azért ennek a stílusnak, amit játszotok, meg az egészen, van egy látványelvárás. Mm. Úgyhogy, tehát nem kell túlhozni, azt hozzátok. Mert alapvetően én nem azt várom el egy gitárostól, hogy a levegőbe szaltózzon, meg nem tudom, miket csináljon, hanem hogy játsz.
De figyelj, például, ha megnézel ismertebb zenekarokat, zenészeket, azért többnyire azt látjuk, hogy mondjuk mit tudom én, egy Axl Rose például. Tehát ahogy a színpadon, ahogy ő viselkedik, abban valamilyen szinte benne van, hogy őról tudjuk azt, hogy milyen élete volt, és tudjuk azt, hogy nem az a visszafogott gyerek volt igazából. Igen. Vagy akár mondjuk egy, mit tudom én, Rolling Stones-nál például Mick Jagger. Tehát ő se olyan, hogy... Vagy nem is tudom, talán még itt hoznak fel példának, de tehát ahogy a koncerten színpadon viselkedik, abban valahogy benne van az övénye is. Jim Morrisonnál ő neki kellett például a cuccahoz, nem? Hogy egyáltalán a közönség felé tudjon fordulni. Mert ő egy bezárkózott ember volt alapból, ha jól tudom, és a színpadon is marha nehezen nyílt meg az elején. Igen. Javíts ki a tévedek, de így. Volt nálunk a Doors emlékzenekar, és ott az énekes, a Takács Máté mesélte, hogy a filmben rosszul van, egyiket utálja a filmet, tehát ezt a Doors filmet. Mert nem úgy volt, hogy rögtön megfordult a Morrison és rögtön ott elkezdett, hanem az egy folyamat volt, amíg egyáltalán meg tudott fordulni, akkor is még nem nézett a nézőkre. Tehát ez, hát azt most 120 percben mesélte. Persze, csak hogy oda akarok ezzel kiukadni. Én azt gondolom, hogy aki kimegy a színpadra, az mindig kirakja a szívét, azt mondja, ide lőjetek. Hiszen vagy tetszik, vagy nem tetszik. Igen. És azáltal, hogy kimegy a színpadra, azt azzal tudja ellensúlyozni, hogy valamiféle olyan szerepet vesz föl, amivel ezt védekezik. Érted? Hiszen ott áll az ember a pultnál, a sörével, jó, azt én is el tudom játszani, holott nem. Tehát, hogy okosok mindenhol vannak, akik megmondják a tutit, hogy mit kéne nektek csinálni, meg hogy kéne csinálni. Gondolom, ti is belefutottok ebbe, jó pár szó. Tehát, nekünk nem mondja. Nem, senki, nem. Jó vagyunk. Nem csak arra akarom ezt mondani, hogy igenis, tehát kell egyfajta normális, egészséges ego ahhoz, hogy az ember kimenjen a színpadra. Ezért. Anélkül... Egy exhibicionizmus kell, tehát valamilyen szinten. Igen. Tehát, hogy másképp nem tudnád egyrészt a figyelmet föl kell tenni a nézőkbe, hiszen hogyha csak kimész és elkezdesz így lefelé, tehát kell, hát ugye nagyon sokszor, például Axl Rose is ugye is kijön, és beleegölt, tehát hogy itt vagyok, figyeljetek, más vagyok, tehát hogy kell, hogy tehát az ember a színpadon nem vetkőzire teljesen a saját ényét. Most ha minket megnézel például, akkor én egy kicsit túlpörgök a színpadon, és próbálom a figyelmet magamra irányítani. De mondjuk pont Csabi olyan, hogy ő egy kicsit, még szoktuk is beszélni, hogy talán egy kicsit többet kommunikáljon a közönséget. Tehát olyan zárkozottabbnak tűnsz a színpadon is. Nem tudom. Mert például a Szombathelyen jobban elengedtem. Ja. Ez változott. Ja. De nem tudom miért egyébként, ezt nem tudom megmagyarázni. Hát valahogy következik az, hogy az ember általában egy milyen, tehát nyilván arra fogja a karaktert építeni, hogy mondjam. Meg ugye te is minden fellépésen más vagy, a hely is más, a nézők is más. Nagyon sokat számít. Ezt akartam tőled kérdezni. Van egy szertisztátok, amit játszotok. Amikor látod, hogy a közönség olyan, nem tudok szebbet mondani, tehát olyan löcs, állóvíz. Valahogy változtattok menet közben? Nem. Hanem azt játszátok. Nem. Egyszer volt változtatás, amikor úgy mentünk oda, hogy a torkom az teljesen készen, tehát a betegségből jöttem. Akkor volt olyan, hogy szóltam, hogy egyet kihagyunk. De a közönségre ilyen szempontból azért nem akarunk reagálni, mert a közönség tényleg mindenhol más. És ha mindenhol azt figyelnénk, hogy tehát inkább azt mondom, hogy kitaláljuk a koncepciót, felépítjük a műsorunkat, megvannak az átvezető szövegek, hogy hol mi lesz. Nem mondom, hogy nem térek el tőle, ugye ezt már mondtam, hogy sokszor rögtönzök, vagy na itt jön be, hogy a közönség hogyan viselkedik, de magának sorrendben azért nem nagyon akarunk változtatni, mert az úgy ki van találva a műsor igazából. Tehát most az megint más kérdés, hogy két fellépés között esetleg átvariáljuk a setlistet, mert múltkor erre nem úgy reagáltak, vagy ezt most tegyük ide-oda, de ott fellépés közben nem akarom variálni. Szoktál provokálni, amikor látod, hogy ilyen lakmatag a közönség? Vagy hergeled őket? Hogy ugye kiszólsz, hogy éltek még? Vagy itt vagytok? Nem, mert élnek, úgyhogy... Jó. Nem, tényleg, azt veszük észre, hogy
Annyiban is változott, hogy ez a felállás ez annyira együtt működik, vagy együtt él a színpadon, hogy most régebben egy korábbi felállásnál sajnos tényleg ezt tapasztaltuk, hogy kimentünk, elkezdtük játszani dalokat, és aki az elején még ott volt érdeklődve, hogy kik ezek voltak, akik úgy elfogytak. Uh-huh. Tehát, hogy mentek ki emberek, és nem igazán tudtuk, hogy mi a probléma. Most viszont azt látjuk, hogy elkezdünk játszani, és akkor még jönnek is. Tehát ez így tök jó, hogy ezt így át tudjuk adni, és ilyen pozitívan reagálnak. Most az megint egy másik kérdés, hogy kell közben persze azt, hogy megvannak azok, hogy mit tudom, a zenekar nevét, mikor felkonferáljuk a következőt. A kommunikáció közönséggel az kötelező egy zenekartály, azt mondom, a koncert közben. Amit nem szabad az, hogy gyertek közelebb. Tehát az tök hülye hangzik, az akkor azt jelenti, hogy akik ott hátul vannak és iszogatnak, ők valószínűleg azért hátul vannak és iszogatnak, mert vagy nem fogtuk meg őket a zenénkkel, vagy amúgy se ismernek minket, vagy ők hátul akarnak iszogatni. Közelebb, vagy éppen érted, most a napot. Ja, vagy érted, tehát most attól, hogy én azt mondom, hogy gyertek ide előre, akkor azt mondjuk, tényleg várj, fog meg a sörön, megyek pogózni, tehát ez nem. Vannak visszafogottabb emberek is, most lehet, hogy nekem is tetszik ez, de nem tombolnak. Vannak ilyen emberek is. Igen, mert ugye olyan emberekről is kapunk dicséretet, akik például nincs ott az első sorokban, hanem nem is láttuk a koncert folyamán, hogy azt mondja, hogy a koncert ezért jött valaki oda, hogy arra jók vagy, nem is léptünk fel, nem baj, jók vagytok. És lehet tőlünk pendrive-ot, mert lehet tőlünk pendrive-ot is. Amiről van a nagy lemez, képek, videók, stb. Ma fölléptek az S8-ba. Így van. Mi várható? Ez a úgynevezett Summer Distraction Night Festival, amit igazából mi hoztunk létre, még Kapuváron, 2019-ben. És ezt azért hoztuk létre, mert arra jöttünk rá, hogy feltörekvő zenekaroknak marra nehéz bekerülni fesztiválokra. Tök jó fesztiválok vannak Magyarországon, csak marra nehéz bekerülni, és akkor kitaláltuk, hogy jó, akkor majd mi csinálunk valamit. A cél az volt, hogy ne csak klubokban, gyenge hangosítással, mit tudom én, 15-20 nézőnek zenénk jobb esetben, hanem akkor a környékbeli feltörekvő, tehát direkt nem amatőrt mondok, mert Bálint azért harap, tehát a feltörekvő zenekarokat próbáljuk összehozni, és akkor csináljunk egy ilyen délutántól éjszakáig tartó kis minifesztivált, ahol már megéri nagyobb színpadot, már megéri nagyobb hangosítást hozni, be tud állni mögé akár egy kocsmáros, vagy egy klub, vagy nem tudom, és ez a Summer Distraction Night. Ami ugye, tehát ilyen nyári pusztító éjszaka, vagy nem is tudom, hogy kellene. Augusztus elején szoktuk. Kapuváron, igen, tehát Kapuváron. Nyár pusztító éjszaka. És akkor az első buli az úgy tök jól sikerült, egy helyi kapuvári kocsma így beállt mögénk, és mondta, hogy gyertek, így csináljátok meg. És tényleg mindjárt az első alkalommal 40 fölötti nézőszám összejött. Aztán utána a következő az már szintén Kapuváron, 20-ban egy másik helyen rendeztük meg, akkor már azért már majdnem 100-an megmozdultak, tényleg jöttek szépen az emberek, ugye egyre nőtt a híre is. Facebookon is létrehoztunk külön ennek az egész eseménynek egy oldalt, hogy ezen keresztül is egy kicsit a brendet ugye erősíteni. Aztán azt láttuk, hogy 21-ben már megint még többen jöttek, és most akkor idén... Már szabad téren volt. Ja, akkor már szabad téren volt, egy még nagyobb színpadon, és most jött az ötlet, hogy oké, akkor ezt most hogyan lehetne tovább? Vagy az, hogy ott helyszínen próbálunk esetleg egy nagyobb rendezvényt, nagyobb névvel, ugye az a pénzbe kerül, ki fog beállni mögé, honnan szerzünk szponzorokat, illetve jött a másik lehetőség, hogy ezt vigyük el több helyre. És idén már Szombathelyen egyszer megrendeztük ezt a Summer Distraction Night-ot, marha nagy siker volt, underground szinten nyilván, de tényleg van olyan koncert, tehát a szombathelyi fiatalok előtt le a kalappal, sőt, ugye Sopronból is jöttek, most Kapuváról is jöttek, Szent Miklósról, tehát tényleg ott a környékről nagyon sokan bejöttek erre a bulira, és tehát ez volt az ötlet, hogy akkor vigyük ezt a Summer Distraction-et máshova is, és ugye ma lesz itt Budapesten az S8-ban, két piros anyu, nem is kellett sokáig győzködni egyből, azt mondja, persze, gyertek, megcsináljuk, tehát ő is meglátta benne a fantáziát. És ugye mondtam, hogy a másik lehetőség, hogy hogyan mennénk tovább, hogyan lehetne fejleszteni, hogy esetleg mondjuk egy nagyobb szabású rendezvény, nagyobb költségvetéssel, és idén ez is összejön, mert Kapuváron szeptember 10-én pedig a Moby Dick lesz a főzenekar, úgyhogy
azt kell, hogy mondjam, hogy azért már tényleg egy szintlépés egy kis klubban. Nagyon szép, nagyon szép. És ott is egy tök jó, hogy beállt mögénk a világi rendezvény szervező. Hát ugye a Monasztai, persze, tehát tényleg ők is jönnek. Jöjjük meg a Deltmetárnak. Ma kikkel léptek föl? Ma szintén egy viszonylag régebbi bandok viszonylag, sőt, azt kell mondjam, ők is 90-es évek, sőt már 80-as évek határozó zenekara volt a Beyond zenekar. Ők lesznek a ma este egy attrakciás fénypontja. Lesz a Budapesti Fallen nevű zenekar. Ők is voltak itt talán? Vagy még? Akkor lehet, hogy csak még nem voltak itt. Várjuk őket ide. Igen. Ugye ők lesznek úgymond környék, még vidékről pedig tehát az első banda, aki fellép ma este 7 órakor, az a Neuropsy. Ők egy ilyen régi új soproni old school thrash metal banda. Ők hatalmas bulit csináltak egyébként, ott voltak velünk a szombathelyi Summer Distraction Night-on is. Tehát olyan klub szinten én még ilyet nem láttam, moshpit alakult ki. Tehát gyakorlatilag, amikor a közönség megindul körbe is. Igen. Tehát ez fantasztikus élmény volt. Ők kezdenek ma 7 órakor, a Neuropsy. Aztán Csabi másik zenekar a Kapuvárról. A Justice for All. Valamint akkor. Igen, az ilyen, kicsit ilyen modernebb, ilyen, hát ilyen groove metal inkább, ilyen lejjebb hangozó, az itt egy lopszés hangulás. Ma kétszer lépésről. Igen, kétszer. Csabi, két buli egymás után. És ez az elkös már 11 éve létezik. Értem, álláshalmozó vagy ma. ehhez kapcsolódóan viszont van egy játék is. Pontosan. Szerettük volna azt, hogy ez a koncept, ez a Summer Distraction Night, ez a budapesti esemény minél több emberhez eljusson, és azt a játékot találtuk ki, hogy akik ezt az eseményt megosztották, és hát ugye kérés volt nyilván, hogy nyilvános megosztást legyen, valamint írják be, hogy megosztották. Őket felírtuk egy papírra, a nevüket. És most szeretnék kisorsolni, hogy ki fog nyerni. Jó, előtte egy mondat. Szívem, Biki Black, te megosztottad, de te nem nyerhetsz. Értsd meg, te nem. Ezt a zenekar már leszögezte e-mailbe, messengerbe, posztba, mindenhol. Jó? Köszönöm szépen. Még egy eredmény mondani, itt lehet nyerni. Ja, hát megmutatom. Ja. Tehát egyik nyeremény mindenképpen egy Morte Silmaris póló. Az fogva. Hát azt hittem, hogy rajtad, de abban vagy. Jó. Hát egy feliratos nem volt. Ezt felajánlom, ezt az adott atlétát. Igen, ne. Valamint a Magic System-től kaptunk egy felajánlást, egy pendrive-ot, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Van egy webshop is a magicsystem.hu. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük a támogatást. Hát nem kell. Tehát akkor nyer egy pendrive-ot. Valóban. És egy Morte Silmaris pólót. És egy Morte Silmaris, olyan pólót, amit bárintok. Nem. Mert ez nem borítós póló, hanem ez a feliratos póló. Mint amilyen fecóban is. Nem látszik. Értem. Ja. Akkor elmondom, ez egy fekete póló, és fehérrel van rajta a betű, és rajta a Morte Silmarisnak a... Nem látszik nyugodtan. Tehát csak gyere ide. Mutat, gyere. Akkor csak adja, hogy a póló. Tehát, hogy lássuk, hogy miről van szó. Egyébként krónikásunkról van szó, és tehát, Ród is egyben, merch. Értem. Tehát ilyen pólót nyer az illető. Hát én nagyon szép. Köszönöm szépen. Így van. Ez a meg kell. Várj, doktor. Szerintem. De várj, még nem látszik a kamerában, és azt egyet húzok lésőbb mindig. Nem, húz ki egyet. Nagyon, nagyon izgalmas, hogy a Esther Reinholz, ugye úgy írtuk fel ahogy Facebookon ezt. Tehát Reinholz Esther. Ő nyert a pendrive-ot és a... Picit hozz közelebb, légy szíves, csak így... Tehát, hogy nem... Látszik. Igen, köszönöm szépen. Tehát ő a nyertes. Igen, tehát ő a nyertes. Gratulálunk. Köszönjük a megosztást mindenképpen, sokat segítettél vele, biztos sok emberhez eljutott rajtad keresztül is. Egyébként a zenekart meg így tudják az emberek legjobban támogatni. Lájkolni kell a posztokat, meg kell osztani, el kell mondani mindenkinek. Hozzászólni, megosztani, tehát el kell lopni a zenénket, oda kell adni másnak, hallgassák meg, tehát minden. Veszik a pólót, és le kell menni koncertre.
Hát mi az? Igen, az van egy fontosabb. Szögezzük le. Ha most elindulnak, szerintem az ország négyéből odaérnek, nem? Mert bárki bármit mond, az ember nézheti YouTube-on, hallgathatja, de a koncertjét nem sem. Nem ugyanaz. Zero zenének párja nincsen. Úgyhogy várunk mindenkit akkor ma, az S8-ba. Így van, és már azért hétre mindenképpen gyertek oda, mert azért nem rossz, az oda fogja tenni a trash-t. Úgyhogy így szépen lehet hangolni az estére. Mini fesztivált akkor fogtok látni, ez a Sunday Destruction Night. Mm. És Destruction lesz? Lesz. Helyes. Ja, mármint az mondjuk vicces volt, mikor az S8-ban játszottunk talán tavaly előtt, vagy nem is tudom, és egy olyan turnébusz sikerült szerezni, hogy német rendszámú volt. És ugye mi meg a pólókkal szépen teleraktuk az ablakokat, volt a Silmarisz, meg ugye a német rendszám, megérkeztünk, kiszálltunk a buszba, hogy pakolunk, és így néztük, hogy az meg német zenekar lesz, hogy német zenekar lesz. Nem. Mondtad, hogy csak, hogy guten tag. Ja. Wie geht's? Wie viel Euro eine Fick? Ja. Ott jön, amikor kiszálltál, aztán németül kezdtél beszélni. Folyamból. Igen. Jól van, urak, hát most eljött az a pillanat, amikor föl kell tennem az én csodás nejemnek, Vicky Blacknek a kérdését, ez a ki vagy te. Most változatos a kedvéért, így nem fogunk indulni. Szóval, nincs jó vagy rossz válasz erre, az első szó vagy mondat, ami az eszedekbe jut. Ki vagyok én? Egy nyugodt ember. Egy nyugodt, kiegyensúlyozott ember, szereti az életet. Zenét, családot, barátokat. Nagyjából ennyi. Szintén azt kell mondani, hogy boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok. Tehát mind a családban, munkában, zenében most a sorrendet a szándékosan megkevertem, mindenki találja ki, hogy ebből mi. Kocsmot el első a család. De egyébként tényleg, tehát mindenképpen a család az első. Mert család nélkül nincs meg az emberben az egyensúly, tudja végezni a munkáját, munkanélkül nincs meg az a pénz, amiből tudja csinálni a zenélést. És hogyha az ember nem zenél, akkor meg nincsen meg az a dolog, vagy akár bármilyen hobbi. Nincs meg az, ahol az ember úgymond kiéri magát, hogy aztán utána ne a családdal veszekedjen. De egyébként tényleg hallottam valakitől egy ilyet, hogy ő azért csinálja a zenélést, mert ott minden baját ott kiüldi magából, vagy kiadja magából, és akkor otthon ő a... Nem tudom, Buddha vagy a Sanszki. Ki az a helyzet? Dalai Láma. Hogy az? Mindegy, valószínűleg az, hogy az, hogy kövérődhet és üljön. Én pedig egy... Ja, mondtál szépen valamit? Ja, nem csak gondolkozom. Ja, ja. Átadom szó. Én pedig egy sok oldalú embernek tartom magamat, akinek a lételeme a zene és a zenélés. Tehát én az energiáimat a zenétől kapom, így már egészen kiskorom óta. És mondhatni boldog ember vagyok, mert nagyon jó emberek vesznek körül, mint családilag, mint nagyon jó barátaim és zenésztársaim vannak. Én is egy boldog ember vagyok. Imádom neki a családomat, a rokonaimat, zenésztársaimat. Hát, nem tudom. Egy zeneszerzőnek megtartom magam. Hát, nem tudom. Felsoroljam, hogy melyik zenekarokban játszok még. Nyugodtan. De olyan Vortessy Morris velük, akkor a Justice for All. Ezek velük kell. Ebben a három zenekarokban. A patkorok jön hozzá. Igen. Igen. Ugye ott én is érintett vagyok. Akkor megint tudunk Torrenti rövődni. De jó. Hogy most nagyon jól lesz, hogy nem leszünk. Eljövök én is velük. Többiek a zenekarban annyira nem szeretik, de nem beszélgethetsz. Akkor csak eljövök csak ketten. Alakítsuk gombot, jó? Vagy valami. Közben Vicky Black hozzáírt, nekem szól. Ember, neked mi bajod? Már nyertem, a fiúk itt vannak. Így van. Köszönjük. Ugye Roppagoda veletek nyert. Eljöttetek a Lipótra, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Még köszönjük. És hogy szoktuk mondani, ti most már a Roppagoda család részei vagytok. Mert aki egyszer volt a Roppagoda, mind a Roppagoda család része. Segítünk, amiben tudunk. Nem ígérünk olyat, amit nem tudunk betartani, mert annak sem értelme. Keressétek Vicky Blacket nyugodtan. Tényleg ahogy szoktam, mindenkinek azt írja vissza, hogy miben segíthetünk. És ez nem csak egy szlogen, ez
ez így is van. És vegyetek roppagodás pólót. És vegyetek roppagodás pólót. Így van, mert most már van új roppagodás pólónk, a Vicky Black brandes roppagodás póló. Sőt, trikónk is van, hogyha valakinek nagyon melege van, még trikót is tudunk. Szóval, mielőtt elbúcsúznánk a Facebooktól, és még mennénk két kört a YouTube-on, szeretnék föltenni nektek egy kérdést. Említetted a családot, a családi háttért. Lehet ezt támogató családi háttér nélkül csinálni? Lehet ezt úgy csinálni, hogy nincs mögötted senki, semmi? Hát figyelj, éppen most egy történet volt, hogy a Hetfield a színpadon omlott össze. Nem? Igen. És én először azt mondtam erre, hogy ez kamu hülyeség megrendezett, de utólag megtudtam, hogy ott valami probléma, hogy a felesége azt hiszem ott akarja hagyni, vagy ott hagyta, vagy nem tudom. Hát, hogyha a Hetfield összeomlik a színpadon egy ilyen miatt, akkor azt mondom, hogy kell a családi háttér. Ha nincs egy kiegyensúlyozott háttered, akkor ezt nem tud ilyen szinten csinálni. Támogatás mindenképp szükség van. Igen. Akkor menjünk. Milyen a háttér? Támogató? Nem támogató. Egyértelműen. Tehát nem azt mondják, hogy jó, hát először tedd meg, amit meg kell, és akkor utána talán kapsz 5 percet, hogy ezt... Nem, abszolút támogatják teljesen. Érdeklődnek? Kritikus? Néha az. De mondom, nem előző, úgyhogy nekem ilyen probléma, hát Isten nincsen, hogy tehát nem hátráltatnak, hanem inkább motiválnak. Igen. Nekem is maximálisan a feleségem az teljesen mellettem állt, akárcsak ugye a grafikában, tehát nagyon szívesen terveznek, én tök kreatívan és lelkesen, plakátokat is egyébként. Úgyhogy tényleg, meg valamilyen szinten az is, hogy tehát a motiváció, és nekem sokat segített az, hogy mondta, hogy mit kéne anyagolni, mit kéne erőltetni. Úgyhogy maximálisan én kapom a támogatást a feleségem részéről. Kritikus? Igen, tehát megmondja, hogy a hülyeséget csinál. Kell. Építője. Fellépésekre megy, megnéz? Vegyes, tehát amikor tud, akkor jön. Most egész jó voltál, most annyira nem. Hát nyilván azt azért nem akarom elvárni tőle, meg szerintem ügyeség is lenne azt elvárni. Most elmegyünk a világ végére játszani, és akkor ott egyedül tátogáljon és nézze, amíg mi pakolunk, meg zenélünk, meg mit tudom én állni. Ja, meg ugye családi támogatás, tehát például öcsémet mindenképpen ki akarom emelni, ő rengeteget segít nekünk. Tehát akár csak az, hogy jön velünk, és akár a pakolásban, mörcsben. Ez fontos egyébként, tehát hogy megbízható emberek legyenek körülöttetek, mert a cuccok is drágák, minden, bárki bármikor történhet valami, beleesik valaki a dobba, belerúg, fölrúg, sokan hülye. Hát van sem. Ja, a szülők támogatása például még azt is, hogy nálam az egész zenélés onnan kezdődött, hogy apám folyamatosan, nem azt, hogy egyfolytában, hogy nagyon sokat vagy gitározott, zongorázott, tehát valami mindig volt, úgyhogy... Dávidhoz hasonlóan az én édesapám is zenél, egyébként jelenleg is aktívan zenél, a New Horizon-nek a gitáros, ők is voltak. Igen, nagyon jó a zenekar. Igen. És nagyon jó. Ja, nagyon jó. A Tamás vagy a... Laci. Vagy Laci, igen. Tudom, mit tűlt, szemüveges. Igen. Tudom, ha találkoztam, mi szerveztük, ugye volt egy fellépésük a Sorompóba. Igen, nagyon jó gitáros egyébként. Örülök, ő a ritmusgitáros. Igen. Fatalan. Igen, ő a ritmusgitáros. Nem tudtam. Szóval igen, szerintem ugye elengedhetetlen a támogató háttér. Ugye engem te a kezdetektől szerencsére támogatnak, főleg ebből kifolyólag is, hogy ugye édesapám is zenél, illetve ugye a maga rockzenének a szeretete is onnan jött, hogy édesapám mutatott zenekarokat, mondott, említett, hogy miket hallgatott a 80-as években. Igen. Hát ez fontos egyébként, hogy egy kritikus veled meghallgatja, amit csinálsz. Igen, még meg szoktam mindig hallgatni. Hát ugye Pesten nyilván nem fog eljönni a koncertünkre, de ha a környékünkön játszunk, akkor mindig el szokott jönni. És tényleg őszintén megmondja, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem. Igen, nagyon őszintén. Igen. Meg ott van a öcsém is, korábban ő is zenélt, most már abba hagyta, de ő is a háttérből támogatta. Valószínű, és remélem, hogy eljön a mai koncertre is, mert ugye a pesti koncertekre el szokott jönni, ő jelenleg Pesten él,
És ő is tényleg nagyon kritikus, tehát ő is megmondja tényleg azt, amit gondol. Innen is üdvözöljük a családot, meg a New Horizon zenekart, úgyhogy örülünk, hogy itt voltak, meg hogy eljöttek a beugróként a Vicky Black startestékre, mert ugye ők egy beugró zenekar voltak egy másik helyet, és nagyon, nagyon jó kis bulit tartottunk, úgyhogy köszönjük szépen. Engem is támogat a családom, szüleim, nagyszüleim is, hogy elég szoktak jönni koncertekre. Jó, hát nem, Pestre ők sem jönnek el, de meg szokták nézni, hogyan zenél. Ne felejtsük el, hogy a kettőtekben van egy próbaterem gyakorlatilag azért. Igen, igen, azt szüleimnek köszönhetem. Ez fontos egyébként, hogy mert pont a pandémia karantén alatt volt, hogy akik nem tudtak próbálni, vagy nem volt olyan hely, nem tudta rögzíteni, vagy mit tudom én, az ott. És mondom, sok zenekar volt, aki miatt a szétben, de hogy látom, titeket inkább ez összekovácsolt. Mindenképpen. Jól van, urak, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Most. És hogy ahogy elhangzott, tényleg a Ropogoda család részei lettetek, és sok sikert kívánunk az esti S8-as bulihoz. Köszönjük. És Distraction S8, már mi nem új Distraction S8, hanem új Distraction zeneileg. Ja. Tehát nem, mert még gondolom a zenekar is szeret volna venni fel. Ja, azért nem, megpróbáljuk nem tökre tenni. Rendben. Úgyhogy Sanyit megnyugtatjuk, nem, de rendben van. A Facebook nézőktől most elbúcsúzunk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Kövessétek a Ropagodát, és menjetek S8 ma este, Morte Silmoris, Summer Distraction Night. Jó zenekarok, jó zene lesz, úgyhogy várom mindenkit. Sziasztok! Sziasztok! Itt két kérdésem lesz. Az egyik az lesz, ha valaki, illetve mit üzennétek a rajongóknak, vagy akik nem ismernek titeket? Tehát, hogy miért nézzenek meg titeket? Mi az, amit kapnak, ha lemennek? Energiát, ritmust, gondolatokat, de beszakad a fejük, szóval, hogy értitek? Nem, azt nem. Tehát mi nem az a zenekar vagyunk, aki azt mondja, hogy hú, gyere, mert ez most tényleg olyan fasz, hogy a faladja a másikat. Tehát mi azt szeretnénk, hogy aki ezt a kimondott ilyen old school testmet, tehát ezt a kicsit dallamosabb, kemény zenét szereti, az jöjjön el, és ott a koncerten domboljon egy nagyot, tehát... Ez jó magát, mi van? Persze. Tehát most, aki nem ismer minket, annak mit mondanánk, hallgassa meg a zenéket, és nagyon hamar el fogja dönteni. Tehát ha Metallica, Megadett, ezek neki megvannak, és ezeket szereti, akkor szerintem nálunk is megtalálja a szerepet. És nézze meg titeket élőben. Fogtok még fellépni ezen kívül, a mai kívül? Szeptemberben lesz 10-én ez a Kapuvári, igen, Summer Distraction Night, ahol a Moby Dick Monastery fellép, illetve a Justice for All is fellép a Csabiékkal, ott lesz még Győrből a Divoid, valamint Sopronban a Neuropsy. Ők most kísérnek minket az összes Summer Distraction Night-ra, úgyhogy nagyon jó velük a kapcsolat. Illetve... Jövő héten szombaton rétszer, akkor játszunk. Az igaz, csak még azért gondolkozom, a budapesti ratot nem hagytam. Bár budapesti kapuváriat nem hagytam ki senkit. Valóban jövő héten pedig Rébcalakon, tehát gyakorlatilag a próbatermünk van. Meg ahol a zenekar alakult, úgyhogy valamilyen szinten otthon leszünk. Ott lesz egy rockfesztivál, az 7 vagy 8 zenekar, és ott az lesz sztár vendége, az Áron majdnem lesz majd. Ugye? Igen. A magyar mérén tribut zenekar. Igen. Őket is várjuk ide. Igen, ez jövő szombat lesz. Rébcalakra mindenkit várunk szeretettel a főtéren. Tehát akkor július 30. Rébcalak, szeptember 10. Kapuvár. Valamint november 20. akármennyi. 26. 26. Szintén az S8-ban még egyszer visszajövünk. Tehát az most nem azt jelenti, hogy akkor ma nem kell eljönni. Tehát nyilván jöjjön el mindenki ma is. Nincs felrendés. És a Noiseblade szervezi a novemberi bulit is. Igen, egyébként a Noiseblade-et és Kerekes Krisztiánt innen is üdvözlők, mert ők voltak, mondták, hogy lenne egy zenekar, és érdemes lenne veletek riportot csinálni. Igaz, ők ajánlották be, úgyhogy köszönjük neki innen is, és őt meg várjuk majd a szeptember elején a Noiseblade-del egy riportra. Úgyhogy köszönöm, urak, hogy itt voltatok. Köszönjük. Megtalálhatók vagytok Facebookon, YouTube-on, Instán, Spotin,
TikTokon, amit akartok. Kapuváron. Kapuváron, Réczalakon, S8-ban, ma este az S8-ban. Ahogy mondtam, tényleg a Ropagoda család részei vagy, amiben tudunk segítünk. És így búcsúzóul csak egy kívánságom van nektek, hogy sok nézőt és hangos zenét. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.